veletek. Sziasztok! Cső mindenkinek, szevasztok! Hello, hello, hello! Itt vagyok ma is! És el sem hiszitek, de... A beta teszt napján vagyunk itt ráadásul. Tehát most, nemrég indult el. Nyilván még vannak bajok, nyilván... tudtuk, hogy lesznek bajok, mert még soha nem próbáltunk ennyi playerre, úgyhogy mindenki ennyi mindent csinál egyszerre. De elindult, úgyhogy jó, fú! Nem, majd tényleg szóval se jutott, tegnap este is így beszélgettünk, mikor kéne beta, az 2-3 nap múlva, arról megmondtuk, ma is. Úgyhogy igen, hello mindenki, sziasztok! Szevasz Padja, szia Gaming Adi, szia Flashy, szia Berin, szia Pitz, Janoel, szia Norbi, szia Palmet, igen, megtek meg, köszöntöm, szia Csaba, szia Streaming, szia László, szia Roli, szia Sándor, szia Gaming Adi, szia Zalán, szia a Vasen Svenski, Válint, hello, szia Lajpabi, cső Gábor, hello, szia Tordas, szia Forri, cső, ránézek a DC-re, hogy tudnék ránézni a DC-re? Aha. Nyugodtan. Hello mindenki, sziasztok, szevasz Zalán, szia Csibe Csődör, szevasz Brex, Jézusom, ezer éve. Mi a helyzet veled, öreg, mi a helyzet veled? Úgyhogy igen, mai nap hivatalosan is elindult a beta teszt. El sem hiszem, tényleg szinte hihetetlen, mert kurva rég dolgozunk ezen. Nyilván most még kurva sok meg lett a lányom, Jézusom, gratulálok. Minden gratulációm a tiéd. Minden gratulációm. És pont ezt akartam mondani, hogy amúgy pont... Igen, tehát vannak gondok, nyilván egyértelmű volt, hogy lesz azért beta teszt, az a lényeg, hogy most derüljenek ki a bajok. Igen, vannak olyan dolgok, amiket már beírtak sokszor, sokan ugyanazokat, és tudjuk is. Igyekszik, Arun és Ikoli nagyon rajta vannak a dolgokon, én is mindjárt fel fogok menni, és végig megyünk mindenen. Megmutatom az olyan dolgokat, csinált, amit eddig nem mutattam meg, az illegál dolgokat, megmutatok mindent. Majdnem mindent, szóval nem mutathatok be mindent, de ugye a dolog nagy részét végigmutogatom. Nyilvánosan a szerón fönn vannak az emberek, ők is tesztelgetnek, nézik, mi bágos. Rengeteg ilyen, a dolgok nagy része, vagy a dolgok fele, inkább úgy mondom, az inkább ilyen letiltásokban volt, hogy miközben csinálsz valamit, nem tudsz ezt csinálni, vagy pont az, hogy tudsz, és nem kéne, hogy tudj. Ilyenek vannak nagy részben, meg... telefonnal volt, hogy eltűnt pár ember háttérképe, valamint, hogy a ikonok eltűntek, ezen kívül meg van még pár ilyen illegál jobos cucc, amik nyilván ugye illegál jobot eddig max. Ilyen 10-15-en teszteltünk, szóval annak ez az első nagy tesztje igazából, úgyhogy ja, most 1000 millió meg egyet teszték, 60-70-en vannak fönn a szerón, szerintem egy órája, és mindenki rajta van azon, hogy a legtöbb bugot megtaláljuk, és a legtöbb ki legyen javítva, Arun meg hát remélhetőleg nem kap agyvérzést a mai, hát a kövi pár napban, amíg megy a beta teszt és javít, remélhetőleg Arun túléli, remélhetőleg Ikoli is túléli, és remélhetőleg a fejlesztőink nem ugranak le az erkélyről. Nem lenne hátrány, úgyhogy igen. Erről ennyit. Aki esetleg beta tester fel tud jönni már a szeróra, körbe tud nézni. Nyilván van egy csomó minden, ami még bugos, ezt arra is mondom. Nagyon fontos, aki beta tester, olvass el a beta tester infók szobát, mert ott van minden leírva, hogy mivel, mit csinálsz a szerveren. Ezzel ezt csinálod, ezzel azt csinálod, stb. Úgyhogy ezt olvass át mindenki, aki beta tester, mert fontos. Úgyhogy ja, fent vagyok, nyomom, helyes. Nem tudom, hogy eddig, aki fenn volt eddig, hogy tetszettek a dolgok, nyilván most a bugoktól, azok ki lesznek javítva, most is dolgozunk rajta, de hogy eddig hogy tetszettek a dolgok egyébként, amit eddig nem láttatok, nyilván kíváncsi vagyok, hogy esetleg még most volt fenn először, hogy most néztem meg így jobban a dolgokat, hogy tetszett, hogy tetszettek, illegál cuccok, legál cuccok, mi hogy tetszett, kíváncsi vagyok. Jó lesz ez láb, na örülök, ha tetszik, címerem, írod be a nyereményjátékot, de tényleg van nyereményjáték is, hát, elkérte egy giveaway, ennyire egyszerű. Mindjárt menjünk fel szeróra, csak még akartam egy kicsit beszélni róla. Van egy-két dolog, ami nem egyértelmű, de ki kell tapasztalni. Hát igen, vannak dolgok. Igazából sokat kell most kijövök egy házat, azt hiszem. Ja, ott, nyomod. Na, szóval köszönöm szépen összes Blondina tírés 22-et, Hurics a tírés 16-et, Errori a tírés 24-et, Minion King a tírés 14-et, Azics a Primos 9-et, és Soma a tírés 9-et. Két közös gyermekünk lett, Azics és Soma, hogy szeretnétek elnevezni őket. Úgyhogy ja, Racse jó, Teló jó, két illegál jobb, fasz a inventory, fasz a lockpick is. Ja, két illegál jobb amúgy vannak. Az autó kocsi lopással és a házrablással voltam. Csempész jobban voltak bugok. Volt egy kicsi a házrablásban is. De, ja, milyen kedves Dani beírja, úgyhogy igen, és Somának szeretném elemezni a gyerkőszem. Ó, Maduel is, Soma, nagyon szép gyerkőszemek lettek, gyönyörűek, úgyhogy ha felkérdek giveaway, akkor be tudtok lépni a nyereményjátékba. Beleírtam a címbe amúgy. Te mit írtál, Gábor? Téged olvastalak fel, Gábor.
Igen, olvastam, hogy szasz, Mark, hello, mennyibe kell az admin? Hát, most kicsit árat emeltünk, most egy tier 3-as szab. Ott az autor reward, vagy azzal, igen, de vannak ilyenek. Bétára feje a diszkrét troll néven? Hát bármit lehet csinálni amúgy, tehát most annak nevezed el magad, meg aminek akarod. Na jó, menjünk fel a szerverre. Itt kitaláltuk már EasyK-vel és HTML-el, hogy közösen elvégezzük az illegál jobbakat egy grupba, hogyha HTML jön, nem tudom, hogy jön-e. Hello EasyK-e, nincs itt EasyK-e még. Hello EasyK-e. Hello, szavaz, szavaztok. Oh, én tegnap este óta sokban vagyok, tehát... Sokban vagyok én is, tesó, de komolyan baszki. De hogy chat, nem tudjátok elképzelni, nekünk ez most milyen élmény, tehát tényleg 10 hónapja itt ülünk, dolgozunk rajta, ötletelünk, le kell cserélni már vagy 10 fejlesztőt, mert van, aki nem csinált semmit, vagy szarul csinálta, és tényleg oda jutottunk, hogy most így végre összeállt a jó fejlesztőcsapat, egy jó ideje, egy fél éve szerintem nagyjából, jaj, februárban, és azóta kurva sokkal befejeztük a szarót igazából, most már tényleg bugokat kell javítani, és kész vagyunk. Nyilván hogy egy pár dolog még ki van kapcsolatos beta-teszten, amik nagyon titkosak, tehát azokat nem is keresett, nem, tehát illegális dolgok még, de hát azt majd élesen. Hát szerintem ez a boldogság, ami látszik az embereken, meg rajtunk, azt szerintem tényleg mindent elárul amúgy. Ez így van. Ajaj, nagyon komoly ember. Most volt resi. Furcsa anomáliák azért, de hát ez olyan... Já, persze, hát ilyen. Nyilván. Ezek kellenek, hogy legyenek, mert érted, hát azért van ez a beta teszt. Így van. Én fent vagyok már, majd aztán azért... Melyik az? 61-es lesz majd az idém. Jó. Get. Úrra kemény, 100 HTML. Hagyod, csá. Cső mindenkinek. Kíváncsi leszek az első reakcióra, amikor amúgy az admin pedeket meglátják, még akik nem látták. Ja, tényleg. Ezek olyan dolgok, amúgy... Ezt terkézik, hogy kell bugaltatni. Az a lényeg, érezzék is. Helyes. Te amúgy tényleg, tehát... Egy hét embert olyanra gondolt, meg olyat mondott, amire én soha az életben nem gondoltam volna, úgyhogy már évek óta ezzel foglalkozok, érted? Nagyon durva. Vannak emberek, akik biztos nem olvasták még azért izét. Na. Szóval megmeredtem, és nem tudtak felszerelni a mentős pajtik, szeretnék egy revive-ot. Geci, megmeredtem. Na várjátok, amúgy az a baj, kéne egy reset skin magamra, esküszöm. Na, reset skinelek magamra egyet. Azt az izét azt megcsinálta arról, ami ezt kell lesz a rórasi. Azt meg, a hódot azt kell egyszer nulláról toljad. Itt szerintem suri teszt, nyilván mi más lennék? Nem tudom, 35-öt várjál. Elkéne az a hónapban, az meg hülye vagyok. 1989, harmadik hó 31, nagyon jó. Itt a karakter készítünk, elég basic. Amúgy elég basic, de eléggé custom arcokat lehet csinálni. Nyilván itt legszebbel kezdtünk, tehát nyilván itt lehet mindent álligatni egyébként, ami erre csak szeretnétek, ugye most nem sok mindent lehet egy karakterkészítőt, most karakterkészítő, nyilván állíthatjuk az orrszélességet, lehet ilyen kurva egyedi orrunk, tehát ez azt a... Jézusom, ez nagyobb, mint az enyém! Igen, lehet egy ilyen elég kemény, azt... Amúgy ez tényleg elég kemény. Nyilván itt minden ilyen szemöldök csontot lehet állítani, arccsontot, arccsont mélységet, ajkakat. Kemény mondjuk van, eddig. Van ilyen Nyomod. Keményen néz ki egyelőre. Egy gigacsed lett konkrétan, egy gigacsed. Igen, igazából most ezt most igazából lényegtelen, most karakterkészítő, lett egy gigacsedünk, kész igazából. Most még amúgy csomó minden nincs bent, tehát ilyen ruhák, meg hajak azok még csomó, hogy nincs bent, szóval azért van ilyen kevés jelenleg. De most igen, rakok valami randomat, valami, na ez is szép is, szerintem mondjuk vörösbe, gyönyörű. Úristen ember. Egy kis szőke mellér, nagyon szép, meg egy szakállat, azt rakunk. Hát szerintem ez így jó lesz. gyönyörű. Testszőrzet színe pedig, hát az is, ez lehet egy rózsaszín, persze, gyönyörű. Hát sminket, meg háttetoválást, lehet tetoválást itt rakni? Nyaktetoválások. Jaó. Oké, újdonság. Jó, felöltöztek egy gyors, hogy ne úgy nézzünk ki, mint mindenki, mert senki nincs ruha. Jézus, oké, ez nem kell. Ez se kell. Kell felveszni, hogy random felsőt amúgy, szerintem. Nagyon jó lesz. Ez normális, hogy lelőttek, hisz ők védik a helyet. Szóval, igen. Jó, meg a csempész. Ja, igen. Hát ezt hogy kéne megcsinálni? Hát ezt okosan, meg ügyesen, meg hát többen. Szerezem barátokat hozzá, igen. Na befejezem.
Kibira válaszolva, hova spawnoljunk chaton, hogy igazából minden LTP-zek onnan, úgyhogy... Igazából lényegtelen. Olyan része is van ennek a csempészetnek, csak hát nyilván ez a neheze. Na jól van, nyomod. Hello, meghalva spawnoltam. Mi az ID-t, Suri? Nekem? 63. Ha. Hogy spawnol meghalva, ha már 14-es ID-je van, mert benn van a szerón egy éve. Mindegy, felszedjük amúgy, mindenkit felszedünk csatába, hogy tehát írjatok report, nem muszáj mentőket várni. Racsihoz lehet kérni embereket, grúvon vagyunk. Itt vannak a mentősök. Tényleg. Mentőautó leak. Jó napot kívánok. Ó, oh, Istenem, ki hívta ezt ide? Úristen. Ki ez a? Szerintem elég jól, nem? Azt a kurva. Ez az elég jó. Izzy, van egy olyan gond, hogyha igen? A nullára gondolok, akkor átlátok az ablakon, meg minden, ami ez normális. Ja, azt vágjuk, azt tudjuk sajnos. Az most még ilyen. De azt vágjuk amúgy alapvetően. Az ID-s cucc miatt egyelőre, mert egy tévét rak mindenki feje fölé, ami láthatatlan, és így minden láthatatlan lesz, ami az ID mögött van, úgyhogy de ezt vágjuk. Igen. Aha. Van egy srác, aki úgy hívják, hogy stabil, és hiába szedjük fel, nem lehet felszedni. Kicsoda? Stabil? Az a neve stabil, igen. 5 revival talán, szerintem. Stabil. Ja, meg még az is gond, hogyha... Meg tegyük fel, fegyver van a kezedben, megnyomod a K betűt, akkor üt a karaktered, vagy lő. Ja, de a letiltás az izénél, az még a... Ugye a vizén lövésén is volt. Ja, van egy-két dolog, amit még le kell tiltani bizonyos interakcióknál, hogy ne legyenek ilyen gondok, de ezekről már tudunk. Menjünk esetre? Gyere, Zoz! Ez vagy forja rendőr, nem? Halló, jó munkát! Jaj! Várj, egy Discordon beszélünk, ugye? Ja, igen. Nincs ami 4 személyes autót HTML. De hogy de lenne? Megyünk utánad. Mindjárt megnézem. Hát beszartam. Hát én láttalak forrit, csak... Ja, igen, beszélünk, ugye? Ja, hát most igen épp. Jó. Én mindenhol vagy. Le vagyok némit a Discordon? Ott igen. Ja, igen. Jó, akkor jó. Én is lemutoltam magam. Ez már a mi szerunk, így van. Ez most a beta teszt gyakorlatilag. Yes. Volt most egy srác, aki nem értette, hogy a csempész jobnál, hogy miért lövik le. Hát igen, az a lényeg. Hát mondom, itt igen, erre kell figyelni, ez a nehéz része ennek, hogy ezt hogy oldjátok meg. Hogy tényleg elég szép karakterem lett, ha megnézed. Nagyon-nagyon szép, úristen. Csak egy selfie-t. Húztustalan. Hogy így a kis fel van pattintva. Nagy pajesz. Amúgy ez keci jó. Így ez lesz a karakterem is. Ez 4 személyes? Na, hát ilyen van vagy 5 tuningolt kocsija, úgyhogy. Jó, bárjál. Siak egy izét. Jó. Ezzel szórakoztam. Na, álljátok, veszek egy VPN-t. Vagy már van amúgy igazából, úgyhogy nem veszek VPN-t. Bekapcsolom a VPN-em. Jó. Megyünk egy... Mit akartok először csinálni? Szerintem menjünk egy ilyen csempész jobot. Igen, már folyamatban van egy, megszakítom gyors. Jó, menjünk egy csempész jobot. Mondjuk ott fel lehet már venni a kokaint vajon? Hát, reméljük. Jó, mi az idétek? Nekem 61. Ez most úgy működik, chat, hogy ez itt egy job. Egy lobbit kreálunk gyakorlatilag, és most beírom a 61-et, akkor tulajdonképpen a 61-es idejű embert meghívtam a lobbimba. Hogyha minden igaz. Ha zöld, akkor elfogadta és közösen tudjuk csinálni a jobot. Hát én neked mi az idéd? 21. Így, és most HTL-t is behívtam, és hogyha ő is elfogadja, és elindítom, akkor mindannyian fogjuk látni a térképen. Most mindenki megjelölődött a térképen, ott az a kis piros cucc, oda kell mennünk gyakorlatilag. Mi? Van fegyvered? Ja, nekem van egy. 5-5 feladok, kéne egy kis lehet, hogy bemegyek a PD-re, bazd meg, azt veszek bent a raktárba. Hát jó, nekem az is jó. Nem tudom, milyen jobban vagyok. Hát azt én sem, én PD-be vagyok, azt tuti. GTA Online. Izére gondolt, a lobbis cucc milyen. Ja. Én biztos, hogy PD vagyok, mert látok egy házrablást. Én is amúgy, tényleg. Ja, nem. Ott hülyeséget beszéltem. Nem vagyok benne. Ó, adj meg egy választ. A PD-s tud illegál jobot, de tulajdonképpen a PD-s is tud illegál jobot, ez így van. Jól látod, ez így van. Jól látod. Viszont a PD-nek meg lesz tiltva nyilvánvalóan 4C.
Nem, most a PD-n veszek lőszert. Bazzák, adjál majd egy M4-et nekem is, mert így nem lesz jó. Amúgy 14 az ID, nem? Ja, hát akkor nem megyünk a nagy lősz, de nem biztos. A 13 a 9 egy kicsit az ingén vajszem. 14 a nagy. Amúgy. Igen, nekem kis pisztolya van csak amúgy. 13-tól 16-ig vannak azt hiszem a lőszerek. A tényleg ez az 14-es. 14-es, akkor faszal. Mindegy, én elveszek a pisztolyal amúgy. Hát én megy izé kokizgatok nem lesz előbb, az meg engem az előbb úgy szétabáltak. Hát engem is szétabáltak, de refáj valam magam. Igen, amúgy így, ami ennél nagyon fontos egyébként tényleg a csapatjáték, meg itt a izé... A... Itt amúgy mindig boli van. Hát itt ide spamnol mindenki. Amúgy igen, pedig hát... Én először best voltam paletóba, de nem volt ott senki. Pedig vártam. Mivel a God mode, hát amúgy God mode-ot is be tudunk nyomni TX-ből. Amúgy tényleg, tényleg. Amúgy hát ez egyszerű. Tényleg, bazd meg. Várj, easy-nek van? Nem lett kevesebb az NPC-knek a száma, csak ahogy megy le ugye a nap, tehát, ahogy váltunk éjszakára, annál kevesebb lesz az NPC. Hát úgy működik, hogy ugye, ahogy GTA-ban, online-ban is van egyébként, hogy nappal ugye, amikor a csúcsforgalom van, akkor több az NPC, amúgy meg nézzük, mert működik. Kevesebb éjszaka. Le tudsz lődni? Nem, ezek szerint nem. Úgy látom le. Hát akkor még sem. Hát akkor... Szóval van nekem PC-k amúgy. Jó napod! Jó napot! FPS bajaitok nincsenek? Nincs amúgy. Nincsenek nekem. Jó minden, az NPC-k se lesznek sokat. Nem, csak fogyatékosok. Jól menni kell. Hát az biztos, igen. Viszlát! Hello! Keci. Ó, már ebben akkor az a TX-ad. Akkor fel se szedem az embereket, egy reportot írnak, hát dolgozzanak. Hagyd dolgozzanak, persze. Legyen, hát igen, kezébét a teszek, egyelőre nem. Szóval, ja, ez az első jobb, amit mutatunk, chat. Ez a csempész jobb, majd meglátjátok, hogy mit kapunk belőle. Mondjuk az előbb bugos volt egy picit. Nem tudom, Arun lehet oda megcsinálta. Annyiak, hogy most mindenki 40-50-60 ember keresi a bugokat folyamat. A fejlesztőink meg igyekszenek javítani, úgyhogy nyilván nem biztos, hogy minden 5 perc. De a lényeg, hogy igyekszünk, kurvára igyekszünk, higgyétek el. Itt le tudsz ugratni, ja. Persze. Csak ha arra esünk, jó, per flip. Csináltam a helyet. Mondjuk ez az autó elég lomha, nem azért. De szép. Ez egy volt 4 személyes. Ja, bocs. Ilyen van a Vajdán. Na jó van. Megnyílik a home amúgy. Nekem nem annyira. Kíváncsi leszek. Én is. Nagy kalid van? Nekem? Ja, neki igen. Jaj. Nekem csak egy kis pisztolyom van. De mi oda se érünk amúgy, az a legjobb. Azt kiengedte vezetni barbecue babot. Ezt nevet meghallom, bazeg. Mindig nem hiszem el. Ez be kell mennünk az épületbe, ez a legszarabb. Ez kurva nehéz. Oh, van armorotok? Dehogy van, dehogy van. Ezt befolyjuk, szóval ezt biztos nem tudjuk. Armor. Megcsináljuk. Nincs olyan, hogy több külön társadalmakra egy helyre az idegen, csak nem nagyon. Várjál. Kis pisztolya, basszeg. Mi a lövedékálló? Lövedékálló lehet? Lövedékálló szerintem. Vagy... Nem. Ja. Nem? Akkor golyóálló? Esetleg? Az se? Mi a fasz lehet az armor leívója? Lövedékálló mellény? Na bazd meg. Lehet? Nem hiszem. Nem tudom. Mindegy, nem kell. Na menjünk. Gyerünk. Nem, itt kell bemenni. Itt biztos nem menjünk. Valahol a tetőre fel kell menni, és ott lesz egy ajtó kell, szerintem. Aha. Tudunk bemenni. Ekkora távba hallotok, te még innen hallasz? Miután elindítottad már újra? Aha, ja. Jó. Miután elindítottad már újat kell izélni. Ó. Na várjál, TX-admin, mert megmondták, hogy kell godba rakni magunkat. Várjátok, figyeljetek. Szóval egy TX-admin és godmóddal ki kell választani, és enterrel leokézni, és akkor fent középen kiírja, hogy godmódban vagy. Ja. Lövedékálló mellény. Most csak szopadsz ilyen lövedékálló mellény. Hát mindegy, amúgy nem kell, érted? De várjál, engem is, én berakom magam. Ugye csak le. Ízi, gyerünk fejbe. Látod? Hát tényleg. Na jó. El a faszom meg úgy van. Látszik. Most úgy látszik. Én engedélyeztem magam? Most abban vagyok én is? Aha, ott nagyon jó. Aha, jó. Akkor max én leszek, aki megdöglik. Let's go. Mikor már leírtak az armort is. Szia, Bianca. Ha már nyomják. Ajaj, jó, nyomjuk. Várjál, tess. Okosan.
itt annyi a lényeg, hogy ezeknek nagyon-nagyon kell lőni őket, chat, szóval ezt okosan lázadnak. Szóval okosan kell csinálni nyilván, mert néhány fogyaték NPC-k, szóval nem mindig lesznek okosak. De itt az a lényeg, hogy ezek gyakorlatilag darálnak rád. Azt azért tudni, hogy elég masszívak, és elég... Amúgy igen, hogyha most nem lennénk goldban, meghaltunk valami mindhárban. Már mint a szar úgy meghaltunk volna, persze. Ja, a Suri vegye fel. Nagyon jó. És most kaptam kokalevelet, gázolajat, kénsavat és szódabikarbonát. És hogy, ja, most ez egy... Mit sem vannak erősítve, hogy... Igen, most az, hogy mit csinálunk ezekkel az itemekkel... Nem. Amúgy itt biztos, hogy volt még valaki, mert itt voltak már döglött hullák. Igen? Igen. A Manda háború volt. Biztos, hogy... Igen, azért lőtték a másikat, mert az egyik még ott maradt. Tényleg! Ja, lehet. Két szóval, igazából ez a jobb úgy működik, hogy idejöttök, nyilván sokan kell csinálni, meg armorra, most nem altunk meg, meg godmódban vagyunk, de a lényeg, ja annyit, hogy megmagyarázom itt, hogy nyilván most ez könnyűnek tűnt, de alapvetően nekik kell vagy 4 fejlövés egy pisztolyjal, vagy 2 egy alkával, és ők általában 1 vagy 2 golyóznak, szóval négyen kell jönni armorra, meg fegyverrel, mert ja. Hát így nem lesz senki god módba, úgyhogy... Igen, úgyhogy... Amúgy igen, ez annyira nem egyszerű, de most mehetünk még egyet god mód nélkül, gondoljátok. Mehetünk egyébként, csak a revival-ok előtt. A rendőrség előtt is a level 1-es jobbokra, ritkán van riaszt a rendőrség, amúgy. Úgyhogy nem is voltam ott elől. Kinyom a god módom. Vezessek inkább én? Nem, a jobb jön. Nem, jó. Leeresztem a tetőt, várjál. Jó. Egy menőbb. Az igen. Szóval, ja, és ennek a lényege meg, hogy ugye most kaptam itemeket, ilyen izé, kokalevél, meg ilyenek, most ezzel mit lehet kezdeni? Elég egyértelmű, de most a chat kibírja találni magának, ha akarja. Na, igen. Nyilván chat, ti tudjátok. Hát, hogy az sem mindegy, hogy miképpen, hogyan. Igen. Éljedek. Kaptam dolgokat. Még tele van az inventorim. Hát lehet kidobálok pár dolgot. Kibasztam, hogy 400-a összehet, mert nincs helyem. Ja, nekem... Tényleg, jaj, rossz gomb. Nem is kéne adóan. 9 milli szutyok. Várjál. Jó, ezzel bálalunk még egyet. Mi volt az ID? Az enyém 61. 14. Ja, hogy ja, 21. Az én ID-em, azt hittem. Ütem én megen. Nálam is van egyébként, izé. Ültem 61. Ja, mindenki kap. Ja, hogy akkor... Ja, igen, mindenki kap, ugye? Mhm. Uh-huh. Az nagyon jó. Most kaptunk 12 kilométerre van, és ezzel a szutyokkal megyünk. Aj! Várj, a szöges dolgot kidob magunkkal le, az jó lesz. Persze. Vagy oda noclippelünk egy 2 kilométerre. És tényleg jó lett, mert keresztbe rakta le, átmentünk. Drogszedés, nincs a szerveren. Ez még mindig úgy látom, hogy... Nincs a szerveren, nincs a szerveren olyan job, probléma, hogy ahol... nem tudják elvenni a cuccot egyébként. Ja, amúgy nem, de ez ennél van a csempésznél, nem? Igen, de nálunk meg érte, tehát tökéletesen működött. Nekem is szar volt amúgy. Igen, nekem is. Nem tudom, lehet, hogy összeakad az, hogy egyszerre 15-öt csinálunk, de azt se tudja. Arun biztos tudja, de van elég dolga most még, úgyhogy... Igen. Szóval chat, amúgy a fő cél ezzel, hogy most itt egy pár napig tesztelünk, előjönnek a hibák, hogy mi van ennyi playernél, Arun meg Ikoli faját javítják őket. Aztán, ha minden jól, meg pár napon eljutunk oda, hogy teljesen játszható legyen, ne legyen hiba nagyon, vagy ne legyen olyan hiba, ami a nagyon gamebreaker lenne. Közben köszi Kebelej a hát százas írt. Azért már így is föld az, hogy most 5 emberrel vagy 100 emberrel tesztelsz, ja, ugye? Ja. Ilyes van, vagy ingame voice. És ja, amúgy visszatérve arra, hogy tehát most ez egy job, és most drogos alapanyagokat kaptunk, ennyit elmondok nektek, mert a drogot nem úgy kell majd csinálni, hogy elmész egy mezőre, azt ebetűzöl fél óráig, hanem ilyen kis mini jobokat kell csinálnod, és ilyen mini jobokból tudsz kapni alapanyagot a drogokhoz. Úgyhogy gyakorlatilag ilyeneket kell elvégezned, hogyha a drogokat akarsz csinálni, majd az, hogy áll össze ilyenek, az már más téma, azt majd rá kell jönni az embereknek, de nyilván azért, aki... nem nagyon buta, az rá tudott jönni, hogy a kénsav meg ilyenek, az valószínűleg nem ahhoz kell, hogy megígyuk. Úgyhogy igen. Ja, nem? Nem. Úgyhogy ez például egy ilyen mini job, le kell lőni ezen, de most te godmód nélkül megnézzük. Godmód nélkül mondjuk szerintem meg fogunk halni. Ez a palettós, ahova visz most, nem? Ja, a palettó, az még szar is, ott nincs sok fedezék. Nincs, de nehéz egyébként, tényleg kurva nehéz. Szóval ja, nem, én elvezetek. Hát majd HTML és speedo parancs. Persze, én abban vagyok. Nincs ilyen, szerintem élesen nem került be. Rizza. Ja, úgyhogy tesztem, már minden fasza volt amúgy.
Nyilván ugye átraktunk éresre mindent, itt enkriptálni, sok ember jön föl, stb. Mert ugye egy 10-20-30 emberre úgy mindent teszteltünk, tudjátok. Csak hát azért, hát ilyen 50-60-70-80-100-zal nem. Úgyhogy igen, egészen más. Egészen más, hopp. Jaj, Jézus! Mekkora dög ez az izé, kipíték a kamiont is? Persze. Nem lesz tűzoltóság. Menni nem megy ennyire, de... Na, vagyok. Nem annyira jó. Kamiont kibírjuk pitelni? Ez tank, baszki. Ja, fasz. Hát annyira nem. Ezről mindig izé jut eszembe, a régi fallenes motor. Házatos lesz az erről 200, hát mondjuk az kemény volt, igen. Az kemény volt, igen, hát az nem volt, a bármi menteli, az járta bármi volt. Kérdéset? Nincs, nem lesz tűzoltóság, majd nem. Fél van és kórház. Nincsek házrablások amúgy? Nem jött fel egy se. Vagy másik jobban vagyok. Felmehetek? Hát a beta teszterek jelentek fel. Ami most egy zenét hallgat. 150 ember. Ki hallgat zenét? Ja én? Jaj. Inkább bekötöm az övem. Elmentem egy bazdmeg egy favágót. Annyi ember volt bazdmeg, hogy... Volt baj? Kívánni fákat. Vágom, be kell nyomni a dispatcher, de amúgy is megjön, tehát addig nem dobja föl, de eddig feldobta Doki. Ezeken a jobokon van valami időkorlát, vagy lehet csinálni más után őket? Mégis elismerés, nem? De mondjuk azért még egy beta teszten vagyunk, úgyhogy... Hát meg nyilván most ez csak az alapjai a szervernek, szóval... Még rengeteg ötletünk van, csak... Ja. Meg még rengeteg dolgot nem is láttak az emberek, csak... És a kurva menő dolgokat nem láttak, csak... Ja. Ilyen drogcraftot, meg ilyeneket nem fog megmutatni soha, úgyhogy... Persze, de pont ez a jó, hogy megmarad az ideje. Az a része amúgy a játéknak, hogy jó. Az embernek magának kell felfedezni a dolgokat, meg... Ilyesmi, meg összerakni itt a dolgokat, képeket... Én kértem, hogy ne nyissa meg, amíg nem nyitva meg első... Bocsánat. Ó, hoppá. Nem voltam lekötve. Igen, az. Lekötöttem magam. Rohadt kúra. Rombrához ele van módolva. Ja, most jó. Ingame voice ez, ja. Több vagy kevesebb bug van, amire számítottatok? Hát figyelj, számítottunk, hogy lesznek. Én nem tudom, én nem vagyok fejlesztő, úgyhogy én csak... Rendes, nem tudom, mi ez. Jó lesz. Jó lesz. Azt képest szerintem nagyon gamebreaker dolgok nincsenek amúgy. Tehát olyan nincs, amitől mondjuk szétkessel a szeró, meg ilyenek. Van pár dolog, ami nem úgy működik, mint ahogy kéne. Ó, várja, balra van, itt van, menjünk a sinen föl. Áú. Itt, állj meg, és menjünk fel a hegyre. Gyalog. Jó. Nem vagytok gondba már, ugye? Nem, én eddig se voltam. De. Ja? Igen? Ne legyél meg ott be hátján, hogy lássák, hogy milyen nehéz amúgy. Azt mondja, de. Figyeljetek, milyen gyorsan meghalok amúgy, bassza meg. De jó, mennyi ízi előre küldtünk, te vagy a bevetési. Jó, intézem. Én elbújjak a fához addig. Anyád, mennyien vannak a... Oh! Nyomod, előre. Jó. Meg. Hát kéne ugrani. Gyere. Baj van, nincs fedezék. Itt a sár. Azért háttér, mert mindenkit szétlő az AR-rel. Ja, jó, egyelőre úgy látszik, hogy szabad a pálya. Okay. Megvan minden. Háttér, mert te mennyit lőttél le azzal az AR-rel? Shoulder peak-et valamelyik gecc, azt nem lehetett lelőni. Mennyit lőttél az AR-rel? Nem tudom. Én egyet nem veltem meg szerintem. Nem sok kellett amúgy. Viszont itt megint valaki próbált, ebben biztos vagyok. Mert igen, itt amúgy pont, szerintem igen. Nem élik túl. Tehát, hagynak egy bandát. Nem, szerintem valaki elindítja egyszer, nem tudja lelőni az összeset. Itt marad egy-kettő, és utána egymást lövik. Ja? Amúgy tényleg, mert most azt kéne, is volt... Azt kéne, hogyha megszakad a job, akkor clear-eli az ott maradtakat, nem? Az NPC-ket, ja. Jó ötlet. Na menjünk egy autólapást? Menjen. Most is lőtték egymás, ez zseniális volt. Mi volt? 61-21, ugye?
Hajtok jelentkezni. Felkezdődik a Galaxy. El kell menjünk a kijelölt zónába. Házrablást kéne menni, ez kurvenő. Hol a zóna? Hol a zóna? Nem látom. Hogy lehet házat lopni? Hát házat nem lopsz, csak házat kirabalsz egy házat, hogy úgy lehet inkább házrablás kéne. Házrablás kurva jó. Megmutatom mindjárt, hogy lehet, ne csináljunk inkább azt. Mindjárt megszakítjuk ezt. Nem, aztán egyszerű lesz. Tudod a Lost Haku-nál volt? Itt hagytak amúgy? Vagy mi a fasz van? Ja nem. Mutatja még egyszer az inventory-t, parancsolj. Vannak itt tetsző dolgok, hogyha mondjuk több mindent akarsz, de még a Ctrl 1-jel ki tudod dobálni őket. Splitelni akarsz, amit akkor Shift 1, és akkor külön bírod venni. Minden ilyesmi van. Városmenet éjszaka. Üdvözlet! Látjátok a kört? Megtaláltátok? Már még nem. Kört? Ja megvan, Mirror Parkba megyünk. Többet utazunk abba, hogy bazzik, hogy megyünk. Megvan, látom. Hát figyelj, nekem stream mellett itt ilyen 100 FPS-en van. Nem tudom amúgy, meg kell... Nem is baj néha mutogatás, mert amúgy a bugszabálynak a felé is abból van, hogy ez nem jó, meg az nem, az kiderül, csak rosszul csinálja. Igen, az lehet. Ez a NPC clear-es dolog, amúgy ez kurva jó ötlet. Hogyha megszakítja az adott ember a... Ez milyen hangod jobot? Van itt az izében, mint hogy alagútban vagyunk. Hallatsz ja, szóval ja, kinek? Vízhangos kicsit. Tényleg? Hát azért mi köz ki, hogy... Én amit minden embertől megkérdezik, csak látom, hogy van egy ilyen kérdés, hogy az FPS dolgok... Hát egyre nem is leszek PP-s dolgok, sok emberrel beszéltem itt a teszt ideje alatt. Volt, akinek gyengébb gépe volt, volt, akinek erősebb gépe, de mindenkinek nagyon stabil az FPS-em. Én is, ahogy azt kérdezgettem, tényleg abban, hogy nem, nincs ICZ-es teszt alatt, tényleg abban, hogy azt mondta mindenki, hogy kurva jó, nézték, hogy mi mennyit eszik, ahogy mondták, hogy fele annyit, mint más szervereken, úgyhogy már jó. Igen, az nagyon fontos, ja. Na bazd meg, megint nincs... Nem csináltam Twittert ma, nem tudom, tehát... Á, mondjuk nem is fogok. Nem csináltam, azt mondtad, hogy nem tudtál. Hol kapják az invet? Ja, tényleg. Nekem szerintem van. Nekünk feldob lényegében egy ilyen értesítésfület, amit el tudunk fogadni, Maxos. Na majd hívjatok meg ti a házrablás, és akkor meglátjátok. Jó. Ja, meg nyilván a telóban még vannak számlák, járművek. Mi a geciért? Lehet, hogy mind kurzorral, mind billentyűzettel irányítani. Hol ezek emberek? Ezek playerek voltak. Ja, lehet billentyűzettel irányítani, hogyha ugye úgy kezded el, nyomsz egy jobb klikket, akkor tudod kurzorra irányítani, tudsz itt rendőrségnek, taxinak, PD-nek írni, mentőknek, bocsánat, PD-nek és taxinak írni. Ugye itt van a névjegyzéket, hozzá tudsz adni embereket, hívásrista, most nyilván nekem üresebb vagy. MP's job restart lesz. Hogy nem azt csináljuk, jelen most autót lopunk. Szevasz Krisztió öreg. Ja, nyilván üzenetek, tudsz csoportokat csinálni. Jaj. Tudsz csoportot csinálni. Mit hallogatsz? El tudom nevezni mondjuk fasznak a csoportot. Ja, ez csak egy teszt volt. És akkor mi a teló számotok? Csak egy csoportot. Volt. Nem mondom. 100-zal kezdődik a szuti. 100-003. Hello. Ez 003. Hozzáadtalak. Nekem 100-012. És itt mit kéne látom, én nem tudom ezt. Most hozok létre egy csoportot talán. Ha. Nem tudom, hogy kell. Jaj. Őszintén nem tudom, hogy kell amúgy. Szegény se. Elvileg, várj, most benn vagytok a fasz nevű csoportba? Nem tudom, értesítést erről látni kell. Én ha vagyok, igen, igen, benn vagytok? Ja, jó. Ah, jaj, nem tudtam. Csempész. Az most, igen. Á, de imádom, ahogy mennek az emberek, tesztelgetik a dolgot. Várj, küldök egy képet a faszba. Jó. Várj, hol nyitom meg? Ez itt a Cruisin with the tesos. A lent a izére. Van lent a üzenetek. Nem kell kötőjel. Ja, üzenetek itt a fasz. Az Dávid köszíti, és 39-et androidos nincs, hát az nincs. Megnyit. Valamivel bebugoltam. Valahogy FPS módba bugoltam. Szerintem az SMS miatt valami. A telefon, tudja kurva kamerába.
Igen, igen. Izé van, tesó, megvan. Fákkozok össze-vissza. Igen, a kamerába bugoltál szerintem, hogyha megpróbáltad izelni. Képet próbáltál küldeni, akkor ja. Menj rá újra a kamerára és egy backspace, mert ja, abban még beleragasznia. Nekem is nekem úgy jó lett. És itt tényleg, érdekes, kicsik a betűk az üzenetekbe. Hát fel tudod nagyítani a telefont, ha akarod, érted? Most ha valaki nem lát, valaki rossz a szeme, érted? Így mondjuk, érted? Hát szik. Jézus Isten, na, te nem, szörnyeteg. Érted? Tőled függ. Telefonba lehet állítani, hogy a billentyűt... Ami micsoda? Lehet állítani a telefont, billentyűvel pedig... Persze, így van. Tehát, hogy alapban megnyitod a telefont, F1-et nyomsz, akkor billentyűt használod, le, föl, balra, jobbra, aha, igen. Ha nyomsz egy jobb klikket, akkor pedig telefonnal tudod használni, és a kurzorot. Ha nyomsz még egy jobb klikket, akkor... Tényleg amúgy, hogy a faszomban nézek ki mellettetek eltűnik. Így? Astronauta ruhába. Megvan. Lépsz! Tesó! Ez a kocsi! Ez a kocsi! Megvan. Megvan a kocsi, intézed öreg. Van nátok izé, kódfeltörő? Azt hiszem nálam nincs. Nálam van, nálam van. Az Adder viszük el, biztos? Aha, szerintem ez. Ez két személyes gec. Hát akkor nem, ez kurva nem, ez csak lefoglalni bírom. Igen. Én nem figyeltem. Figyeltetek a rendszámra? Ne, dehogy. Geci, csak sziba. Milyen gangsterek vagyunk mi. Jó, hát akkor nézzünk körbe. És jó zónába jöttünk? De miért? Itt meg annyi a lék, hogy beküld egy zónába a játék. Megad egy autónak a típusát, a rendszámát, és meg kell keresned a zónán belül, aztán pedig fel kell törnöd. De ez is kurva jó egyébként, hogyha valami egy kis részletre nem figyelsz vágod, akkor... Milyen sportkocsit keresünk egyáltalán? Sport, az nekem az rémlik amúgy. Azt sem mit keresünk. És a rendszám, vagy milyen színű? Hát egy kocsit keresünk, és sport elvileg easy, azt mondja. Nem biztos. Ahogy de bazzik, nekem az rémlik. Akkor mindegy, menjünk oda minden kocsi. Az Adder biztos nem az volt, mert nem bírtam feltörni. Jó. Uh-huh. Úgy érzem, valaki behúzott minket a csőbe. Szerintem mögénk, ez nem ahol a jó irány. Ahol voltunk, az ott az kéne zóna, legyen, az igen. Az a vonzás körzet, ja. Az, hogy kurva, nem figyeltem. Hát én sem az meg. Itt balra, nem? Igen, itt és volt itt, a igen, izé, és itt egyenesen. Itt nincs nem, autó, úgyhogy akkor jobbrább, igen, jobbra. Ez nem RP-s, ne haragudj. Igen, ez nagyon dög. Nagyon dög. Igen, és itt az Adder itt van, de az nem az, ami kell nekünk. Aha. Biztos nem az Adder kell, csak lefoglalni tudtam. Más nem látok konkrétan. Mi se. Még menjünk. Nagyon jó zene megy a rádióba, tiszta igen. Izé. Aha. Ott van egy izé amúgy. Van autó még valahol? Milyen parán állt ott az itt, ez nem az? Ez? Megnézzük. Nézd meg. Hát, ha ez az. Ja, ez az. Oké. Okay. Feltörjük. Rohadt gecik. Feltörjük, gondolom. Csináljad, addig én nézem, hogy minden nagy, ez nem nehéz nyilván. Itt annyi a lényeg, sokkal nem tudtak, hogy mikor a minigame. Amikor, most ez sport kategóriától függ, hogy milyen nehéz, ez most egy szarabb kategóriája autó, szóval könnyebb volt feltörni. Sokkal nem tudtak, mit csinálnak. Mit kell csinálni? Annyi a lényeg, mikor a zöldbe van, tehát a szürkében van a zöld, akkor lenyomod azt a gombot, amit ott kiírsz, hogyha 4-es és úgy van, mennek, lenyomod a 4-est és kész. Kenyed neki öreg, megy? Szevesze. De ne keltsenek feltűnést. Dehogy. Ja, nem. De barbecue-ba M4 ilyen lövöldöz. Jó az. Fú, az ami a hackkel rossz, hackben rossz vagyok, ezt nem fogom tudni megcsinálni szerintem, de mindegy. Megpróbáljuk. Az gond, ez már volt egyszer. Nem bírom beülni. Na jó, megoldjuk máshogy, csalok. Na, ez mit szól? Igen, szar. Nem jó. Hát akkor ez még, izé. Ja, vagy mindig az a ennek probléma, volt egy bugja. A telefonom itt bugas. Szétbugolt a telefonom. Ja, szóval itt van egy ilyen izé, de ezt jelezték többen is, hogy autólopást nem mindig ideig jutottak el, mert sajnos én nem tudom, konkrétan feltöröd a kocsit és utána nem enged beülni, hackelni, úgyhogy a... Na már csináljon hát valamelyik kötök egy házrablás, az hívjon be engem és akkor meglátják, hogy néz ki a felugró menü. Probléma adott, érted? Ja, hát... Na erre. Ja, úgyhogy Arun igyekszik javítani. Arun igyekszik javítani mindent, meg Ikoli is, dolgoznak rajta ezerrel. Nyilván most jött egy millió dolog föl, tehát elmúlt, mióta jött tesztelés, két órája. Jó, és ez már meg lett találva egy párszor. Házrablás próbáltam elég. A házrablás az egyik kedvencem. A házrablás kibaszott menő. A házrablásban a vasaló deszkákat kell ellopnod. Az kurva menő néz ki. A házrablás nagyon jó. Szerintem az egyik legjobb amúgy.
És nyilván ezek az alapjobbak, ezek a tier 1-es jobbak, ezek csak arra vannak, hogy alapanyagokat szerez, nyilván azt eldöntétek mivel, ez fegyvercrafthoz és drogcrafthoz, ezen kívül pedig ad autóverseny is, még amit megmutatom már sok fővel akár. Na. Azt mondták, a Grobban van autóverseny, úgyhogy... 63-as vagyok. Mindjárt. Az nem is bugol? Volt egy bug amúgy, de az is már... Már tudjuk amúgy a bugok nagy részét, csak nyilván azért két óra elmegy a teszt, és két óra alatt nehéz mindent javítani, úgyhogy igyekszünk, csak igyekszünk. Telefonoz. Igen, minket fotózgatsz, öreg. Hát lehet nincs elég rendőr? Rá kell jönni. Mihez? Házrabláshoz? Uh-huh. Az nem létezhet. Olyan nem. Nézd meg te easy. Jó. Mi az Isten, geci? Nekem jó amúgy. Yeah. Nekem engedi, vagyis még nem ízeltem be. Publikus, mert mindenre rájöttek majd DCM, hogy most alapban aki fejlen a szerver, az kap egy ilyen alappakkot, úgyhogy ha beta teszterek vagytok, kaptak mindent az inventory-be. Nem tudom, milyen idén a 21. Nekem meg 63. Sikerül easy? Várja, nekem nincsen izém még, tudod, coinom. VPN-ed. Jó. Coinod sincs. Nincs semmim. Akkor addig vezetgetünk egy kicsit. Itt van egy rendőrautó itt az utcában. Ki az, aki így széthagy a rendőröt? Ki van rendőr? Jobb a ridójék, nem? Ja. Mi a coin? Júj, bocsánat! Nem baj! Elnézést, bocsánat! Adolj már nekem izét! Kristoff coint. Hogy a faszomba kell? Én nem, úgy az... Na jó, akkor inkább nem mutatjuk meg, hogy e-mailekek titeket, de... itt a rendőr, ott itt hagyva. Tényleg, aha. El lehet, hogy lopni? De kurva jól néz ki amúgy, de jó ég. Zseni. Én már azzal inkább? Mondja, Viktor nem tud kanyarodni, de nem baj. Jobb gangsterek vagyunk azért. Bezárták a kurva élet. Nem jó, tudod feltörni? Nem. Na, mindegy, akkor hát. Na jó, menjünk a kocsi, amén. Jó. Mi volt az ID? 63? Nem, az enyém. 61-21. Én 21. 61-21, ja. Összesen 82. Ültem imbeke. Összesen 82. 61-eség nem fogadta el. Kifotóztam, beküldöm a chatedre, hogy néz ki. Jó! Itt annyi a lényeg, amelyik aztán amúgy el sem mondom nekik amúgy a lényeg, vagy hát nem mondom el. Nem mondom el azt, hogy mi alapján mennek ki a rendőrök, meg mi alapján jelez be nekik. De túl egyszerű lenne. Jöjjenek le maguktól. De ja, annyi a lényeg, hogy azért mint házrablásra, mint autólopásnál az bejelez a rendőröknek. A csempész jobb az nem jelez be, mert igazából ott csak gangsterekre lövöldözöl gangsterként. Annak igazából az a lényege, hogy te oda mész és el akarod venni a gettósoktól a kokaint. Gyakorlatilag ennyi, szóval az... ja... Látni fogjuk, mert rendőr vagy. Nézzétek csak, jó, de nincs benyomva a diszpécserem, úgyhogy úgy nem fog feldobni semmit, ha nincs benyomva a diszpécserem, mert az olyan, mintha nem akarnék értesítéseket kapni, erről mi történik, úgyhogy... Nekem így néz ki a játékom, nincs benne semmi mod. Azért egy stream mellett is ilyen, még itt is ilyen 80 FPS-en van, ami állam az ritka azért, pedig minden maxon van. Az jó amúgy. Megnézem, megnyitom streambe, várj. Tehát, ha meghívnak téged egy jobba, akkor így néz ki. Tehát felugrik a képernyő közepére. Ez. Csatlakozol a megbízáshoz? Ennyi. Gyakorlatilag, ja. Semmi extra. Szép estét, és egy még egy kérdésem. Szerint jobb ambulance tenne rám valaki? Szerint jobb ambulance? Ó, gettós házat rablunk, nem már, ez a legcsóróbb. Ja, ugye háromféle ház van, igazából vannak gazdag házak, vannak ilyen átlagos házak, és vannak ezek a gettós házak, amik igazából a legcsóróbbak. Nagyon fontos, oppa, itt van valaki. Jó napot maga házat, akar rabolni, ez itt a rendőrség. Igen, én most arra készülök. Jó, akkor nyugodtan, mi is. Rendben. Szóval nagyon fontos, hogy egy házrablás az mindenképp szükség van egy autóra. Mindjárt megmutatom miért. Jössz? Ja. Nem tudok kiszállni. Le vagy kötve. Melyik lakás lehet az, amit feltörünk? Emeleten lesz szerintem. Nem. Csak darab, annyira nem akarjuk túlizelni. Melyik lakás lesz az? Amúgy szerintem, amúgy lehet, nem? Nézzük át, igen. Megvan, itt van. 21-es.
Itt pedig nyilván ez is minigame, hogyha zöldre változik kell lenyomnod, és hogyha elbaszod, akkor szomorú lesz a hír. Hopp. Easy. Nagyon jó. És most... Figyeld, egy csend. Na várj itt, én hozom a tévét, te hozd a vasalót. Meg a vasalódeszkát, igen. Menj csak előre nyugodtan. És így lepakoljuk szépen, gyakorlatilag kipakoljuk az egész lakást. Hát ezzel vagy nem tudunk gyorsan, nem tudunk sietni, de... Hát ezzel... Keci! Oj. Egy dolgot elfejtetek, mit a tesz? Kicsit se gyanús. Dehogy. Öltözünk. Ja. Riasztó, tudom, tudom. Hogy basszátok, keci? Hello. Ki basszott barbecue-ba a vasalódeszkát? A riasztót nem nyomtuk ki, hogy kinyomhattál miatt kijön a PD. Keci jó. Csak nem jött. De csak nem. Hogy bebaszna. És most belerakjuk a kocsinak a... kocsiba igazából, bepakolás. Befért. Még a tető is feljön, oda néz. Ja nem, csak kinyílt. Hát ez zseniális. Még a szekrény ki kell pakolni. Azt tudtam, hogy kikapcsoltad, Ízike? Nem. Ja nem kell? Most, nekem nem is izé, nem hallok sem. Ja hát nem. Hát a rendőrök miatt kéne, én de kinyomom. Ó, faszom. Nekem ez ami soha nem menne. Mai napig. Ugye? Valaki viheti a széket, én addig elnyomom a riasztot. Hol a szék? Melyiket? Itt a jobb szélső. Easy! Na és... Jó. Kikapcsoltam a riasztót. Azt is. Ott van még egy szék. Azt is vigyem én. Hát ez amúgy, ez félelmetesen zseniális, bazdik. Menjünk. Hát mehetünk. Hogy a faszomban nézek ki? Jaj... El leszek én itt a kis gettóba. Igen? Aha. Ja, meglátjuk. Bélet nem lesz gyarús, amikor székeket pakoltak ki az izéből a házomból. Költözünk, érted? Hát ezzel a light-osba lehet sétálni. Kurva vicces, hogy kijött még átjemelen, nála volt a nem is a lámpa, nálam meg egy tévé, keci. Hát ez fantasztikus, bazzeg. Akkor raboljuk ki egy másik házat, még gazdag. A gazdagosat kéne, ott kurva jó dolgok vannak. Az a vagy nem, random dobálja be, nem? Várj, én még lefoglaltam. A izét kipakoltad? A szekrényt? Hát itt van nálam a... Mi van, Rolex? Igiség, Rolex óra, meg még valamit kaptam. Jó, csak le kell adjuk. Remélem a rendőrök jönnek a... Mellettünk is abbalnak egy házat, úgyhogy csak nem. Hát ez Jenny. Hát Blockender igazából nem feltétlenül kell többet, csak másfajta propokat vár, leadjuk. Mindig laptopot akarok írni amúgy. Na de ez... Akkor most leadjuk. Egy egész. De jó, közeli ízét dobad be. Megyünk. El sem hiszem, eddig bármikor leadtam bármilyen jobot. Igen, oda megyünk. Jó, okay. Most leadást vagyunk. Bármikor leadtunk bármilyen jobot, geci, mindig izé volt. És tényleg jönnek a rendőrek? Nem mi raboltuk ki? Sos... Azt hittem ránk fordultak, vágod? Úgy belehajtottak a falba. Az egyik rendőr az ránk fordult. Jön utánunk? Jön utánunk, persze. Az első üldözés, pog. Tényleg jön, látom a minimapon, mert rendőr vagyok. A vasalódeszkát azt lerakjuk be. Hát, de szarok, bazzeg. Vagy beállunk NPC-nek. Ez nem jött be, hogy lát. Persze. Intézkedjen, kollega. Szálljanak a gépjárművő! Szép napokat! Szép napot, miben segíthetünk? Mi a gond? Nagyon lett, hogy az áruvonalat háromszor lépték át. Micsoda? Nem is volt záróvonal. Jó, viszont valaki láttuk valaki, rabolt. Igen, láttuk a gettóban sárga autó a házat rabolt. Egy brawler. A rendszava pedig PPCKCKK, H24H. Meg megfelek ezeket kurva gyorsan. Ezt felszabadtam, kurva csicskáim. Na, mi volt ez az incidens?
Hát lehet, hogy a záróvonalat átléptük, viszont ez azért volt, mert siettünk a rendőrségre, hogy értesítsük önöket, mivel házakat pakolnak ki a gettóban. Vasalódeszkákat, székeket, nincsen. Valaki kihozott egy lámpát. Nem a Holdról, uram. Sőt, én is csak levetköztem már. Így van, hűrutazók vagyunk. Teljesen tiszta csók tartok. Igen? Rendben, akkor jó. Akkor viszontlátásra. Persze, kollégák. Hát én nem is rendőr. Kollega, nézd át a csomagtartó gyorsan. Szép. Jó, azt még persze. Ne, szállj be gyorsan. Mert átnéztük, micsoda? Hogy teljesen tiszta. Hibátlan. Jó, kapjuk el. Tó, ez az autó a legjobb, mert úgy érzem. Az, hogy itt kit kéne leadnunk a cuccot. Tényleg, bújjunk el a busz megnél gyors. Jó. Hát le vannak rázva, ennyi. Kész. Ezt figyeld. Ha azt se tudják, hogy merre vannak arccal. Látom a térképen, és tovább mentek. Jó van. Jó, adjuk le gyors. HTML, mert nálad van egy... Ha várja, még kocsiba van, azt bárki le tudja adni, nem? Neked kell leadni HTML, mert nálad van a cucc. A tényleg. Itt annyi a lényeg, chat, hogy ezt előre mondom itt, mert annyi a lényeg, hogy igen, tehát akinek van a cucc, annak kell leadnia. És tök mindegy, hogy mondjuk hármótoknál van cucc, ha hármóknál lenne cucc, akkor mindegyiket oda kéne adni egy embernek, mert mindig csak egy ember tudja leadni a dolgokat. Úgyhogy igen. Hogyha meg nem adja, hogyha meg úgy adja le, hogy egy ember lead dolgokat, akkor csak egy részt kaptok meg, és a többi ott marad. Ja. Megtalálja az NPC-t, olyan, mert szerintem a falon túl van. Itt lent lesz, lent lesz. Megtaláltuk ám. Ajaj. Ott vannak, balra. Az asztronautát kilőtték. Jól van? Geci, hogy kirepül? Adó és mámi van. Atya Isten. Történik. Nem! Hol az asztronauta? Ajaj. Már van egy közös csoportunk, ja nem jó a telom. Jó. Azért látják a térképen a kocsit, úgyhogy baszhatom. Szia. Visszaadom a kocsit. Igen? Hol vannak a barátaim? Hova tűnt ízék HTML? Hol vannak a barátaim? Nincsenek. Na bazd meg. Na hát akkor ezt kapjátok ki. Ja jó. Ízi hol van? Leadtad amúgy HTML? Le, amit azt a 150 dollárt kaptam ért, nem tudom mennyit kell. Hát nem tudom, gondolom annyit. Jó, akkor biztos. Hol van Easy? Easy-t kerestetem az astronautát itt. Szerintem ott van. Elütötte őket. Hát ez nem tűnik túl astronautának. Ja, itt van! Véletlen revive-oltalak, pedig rád akartam tépézni. Megszöktem! Várjál, megyünk egy másik házabásra. Jó. Mindig perel laptopot akarok, Jesse, annyira megszoktam. Igen. Mert jó, 21-61, ugye? Mhm. Hogy tetszik, ahogy a házrablás chat? Kis autóverseny. Fogadd el, Easy, fogadd el! El van, mehet a menet. Ó, gazdag negyed! Hú, az jó! Ott azért ott minden szintén a fasz. Vegyünk már vizet, mert szóval... Ja, hiláltam magam. Ja, revive volt, akkor jó, így már nem kell vizet venni. Kösz! Most akartam vizet venni. Balra szágod egy rendőr tőlünk, és a térképen is látom, hogy meghaladja a sebességkorlátot. Igen, korrupt. Nagyon fasz, köszi a kedves dolgokat mindenki egy chat. Igyekszünk. Most is vannak még hibák, nyilván vannak beta teszt. Az a lényeg, hogy előjöjjenek a hibák. Igyekszünk a legtöbbet és a legjobbat kihozni belőle. Még ez a sok NPC nem baszott ki engem. Nekem sem, hogy FPS bajom sincs, csak... Faszom, az a durva, hogy stream, ennyit nagyon durván eszik a stream, mert ilyen 30-al több FPS-en volt, mikor nem streameltem. Az OBS hát az borzasztó. Nagyon sokat eszik, azt hittem kevesebbet eszik. Megvan a kedvenc legál munkám? Jaj, baszki. Harus meg valami, ez tényleg az.
Tehát utána még megyünk horgászni is szerintem. Hogyne. Vagy búvárkodni, taxi. Azok mehetnek. Van választénk. Telefonom szar. Valamiért nem talán eltűntek a dolgok. A group kreálásról volt valami baj amúgy. Törjétek meg fel az ajtót, addig leírom. Töröd, bra? Örködök. SMS group kreálás után. Group kreálás után, valamint... Nos. Hello? Lehet venni. Valamint oda egyek. Beküldött kép után eltűntek az ikonok. Jézusom, csak nem kell itt ízelni. Vissza lehet nézni, hogy ne lehetne visszanézni. Halló? Hello. Itt lakunk. Jó. Oh. Nem raboljuk ki véletlenül se. Aha. Dehogy. Te is itt rabolsz házat? Ja, nem, erre jártam csak, mert nézegettem, hogy van-e valami FPS gond, vagy valami. És van? Nincs, azt nézegettem, össze-vissza autók ezek, azt nézem. Akkor kurva jó. Nagyon jó, nekem sincs, akkor fasza. Jó. Nyomod. Igen, itt az ablakok nem lesznek jók, chat. Találtam egy kisebb tévét. Hogy honnan alatt hozod, öreg? Mappolás az nem lett arra kicserélve. Így van rajta, nem van így sötétít. Van a fogás. Ja, nincs lesötétítve, ja, tényleg. Jaj, geci. Hogy nézek már rá? Ez több emberes. Hozom ezt, mit szólsz? Meghalok. Mi van még itt? Sütő? Itt van valami gyémánt faszom, amit el lehet hozni, ez tuti. Tényleg itt a mapolás, még Trabinak a mapolása nem került be, ahol a függönyök fenn vannak. Ja. Ekközben nem lehet csetelni, vágod? De lent is van, amit el lehet. Nézzünk körbe én ezeket rá. Az jó, az is jó. Figyelj, valamire jó lesz. Jó. És ez mi az Isten ez, ami nálam van? Milyennek a neve? Az csillaglátó. Csillaglátó? Csillagvizsgáló. Peliszkóp. Úgy nem peliszkóp. Várj, mert ez nem fér be a csomagtal. Dehogy nem. Megoldottam. Hogy a ház rablós mapolásod nincs benyomva, mert át lehet látni az ablakokon. A textúrába. Csillagvizsgáló? Teleszkóp, tényleg. Megnézem az alsó szintet. Gyere, lent vagyunk. Persze. Itt van amúgy valami gyémánt fasz, amit el lehet lopni. Vannak ilyen szobák. Nem itt van hátul az valahol? Nézzétek, csak itt vannak ilyen dobozok, meg ilyenek. Nem tudom pontosan, mit lehet, az a baj. Képet? Mit lehet amúgy, az a baj? Én az a baj, életemben kettő ízét raboltam ki, úgyhogy... Hát hozzak még egy padot! Ezt tudod hozni? Nem. Van amúgy itt valami kell legyen amúgy. Fürdőben nem? Van valami gyémánt ízé, amiről beszéltek. Tényleg festményt? Ezt nem lehet lekapni, azt hiszem. Jaj, nekem is, de elindítottak valamit. Valami elindult, aha. Valószínű. Nem tudom. Itt sem nyomtuk ki a riasztót, mi? Aha, tegye fel a kárát! Mindenki, dobjál a padot! Jó, uram, kérem! Azt a kurva, mit kiabáltok? Bocsánat. A hív. Hova az a kúrapad? Hova viszik? Uram, költöztető cég vagyunk. Uh-huh. Őrhajós költöztető cég? Így van. Nagyon sok költöztetővel találkoztunk, gyanús. Szerintem állítsuk el őket most már. Arról nem úgy... tudod, van az a mappalás, ahol a függöny van. Most a helyet átlátunk a textúrába. Jó. Bocsot? Egyelőre. De nem tudtak bemenni. Izé, még Kristóf még benn van. Hátévelre rátépésztek, akkor be tudtak menni az interiorba. Jó, OC-ba vagyunk most, OC-ba. Jaj, 21-es idé. Persze. Olcsó cigibe mozgunk most. OC-be lerakom a padot egyébként a kocsiba. Akkor most gyorsan elszívok még egy cigit. Most jött ki HTML. Nem találtam is. Hello.
Hello. Most gyertek. Megint Jarun. Bekerült a legnagyobb ordiválás közepére. Mit lehet még ellopni, amúgy bajom? Tuti van még valami. Meg amúgy át lehet a szekrényeket nézegetni, és ott megtalálunk már Rolexet, meg ilyenek. Csak ebben még sose voltam ebben a mapolásban amúgy. Trabiék bejönnek ide amúgy, vagy nem? Jó kérdés. Azt hittem jönnek. Épész Trabi, ha akarod látni. Fejlesztők is fognak játszani, hát Arun nem hiszem. Arun azt mondta, hogy ha hozzászól valaki ícják, aki... Nem, nem. Hát, jó, azért nem RP-ztünk, csak faszkodunk egymással. Mit lehet még ellopni innen amúgy? TV-t lekaptuk. Megszer, ó, saját. Nem tudom, mit lehet még elvinni amúgy. Oksa. Ebben a szobában voltunk benne? Itt voltunk már benne, vagy nem lehet, hogy innen valamit? Itt nem voltunk még. A laptopot el lehet vinni? Na mész a faszom. Elvittem is, kösz. Hopp, hopp, megindult valami. Hopp. Itt konkrét setupot el lehet pakolni. Hát még egy monitor, még itt van, azt lehet még vinni, azt hozzuk csak el. Persze. Hát ilyen, mert be kell küldeni érte. Még a monitort, hozz egy monitort még a kis szobába. Van még egy észer. Persze. Nem szivattuk. Nice. Van másik, menjük. Aha. Üdvözlet. Jaj. Kollega. Épp rá a gamer. Persze, ezért. Át a kisgyereknek otthon, csak visszük a gamer setupot, költözik. Asus ROG. Igen. Nehezen nézek rá egy kicsit erre a kurva ajtóra. Mit lehet még itt elvinni? Jó, oké, hangfala. Nem. Nyomtató? Jó, mondjuk az irányai székre amúgy? Nem na, gondoltunk, érted? Igazi bőr. Jogos. Azt hittem, hogy ennyi amúgy, csak nem lehet, mi más lehetne elvinni szerintetek még chat? Nem tudom. Tetszik a házalavlás akkor mindenkinek? Remélem. Egyik kedvencem, kurva jó lett szerintem, kurva menő. Lámpa? Nem. Szőnyeg? Itt a mikocsinkaz eltűnt? Itt van. Itt van. Nem látom. Nem látom. Most látom, most jó. Segítség. Van néha olyan, hogy nem szinkel a kocsi. A kocsik, ja, aha, az azért van, hogyha mindhárman be vagyunk, és is player, ugye kinn, akkor lehet izé dispawnolni akarja. Ja. Ha, ja, csak lehet nem voltatok igen. Itt még az elején. Tehát azért. Segítség. Beütöttek a pokorba. Semmi baja nincsen, csak pihen. Sorry, kapitány úr. Kollégán, segítsen, legyen szíves. Értek. Írt Twitterre, hogy egyedülálló apukák. Igen? Apukák vannak közeledben, hívjuk ebben. Szép munkanapot! Viszlát! Giga Chad Ákos. Giga Chad Ákos. Tényleg úgy is néz ki a kicsit. Én is. Nekem is úgy néz ki a ped nélküli. Az nagyon aljas amúgy, rózsaszín hajjal. 5 kilométerre kéne leadnunk. De ugye a szekrényt átnéztük egyáltalán? Dehogy. Mármint, hogy... De már akkor nem szereztünk Rolexet, mert lett volna egy szekrény, ahol valahol még van. Meg én nem emlékszem, hogy esküszöm, még ilyenre is emlékszem, hogy valahogy émát műfaszt lehetett lopni, de most lehet, hogy csak nem így van, de valamiért... Igen, gyémánt dildót lehetett lopni. Erre én is emlékszem, tehát akkor lehetett. És akkor most hol van a gyémánt dildó? Au. Hát nem nálunk. Hát az már, szóval már hogy ne mondjam, hol van. Ja, bocsánat. Jó, nem a szép napod. Lesz a rendőr, ott nem mutatja a térképen valamiért, hogy ott elment. Árnyékolta a jelet. FPS-edek nektek is jó? Hát az nekem az olyan szinten stabil, hogy egyszerűen nem moccan, tehát nagyon jó. Nekem itt streamben, hát jó, mondjuk így is van ilyen 78 a stream mellett is, de obszti azért vadér 120. Hallan is amúgy, hallan is hangodom, mert néha beakad. Grafikai mód van nekem beállítva. Mondjuk lehet, hogy én mert sarul nyomom le, vagy nem tudom, mert az M betű nagyon nem esik a kezemre. Eddig egyszer volt, hogy beakadt a game. Azért biztos, hogy nem a voice-szalva, mert ízén én például sosem hallok ilyet. Nálam volt egyszer beakadt a game egy szekre amúgy, valahol. Jó, nekem is házrablás, nem valami gondom el lett indít. Ja, nem, én azon kívül is. Volt egy NPC volt, azért nem láttad. 40-es report, az szerintem. Hát. Igen, szándékos.
Igen. Eléggé szándékos. Visszérjön neki, hogy eléggé szándékos? Visszajöttem így, hogy eléggé szándékos? Nem úgy, csak hogy szándék. Travi vajon mit írt vissza? Levegyem a rangot? Encsam volt, nem NPC. Encsam volt. Ó, mi kicsodál vagy? Mi melyik? Rendőrautóval. Ja, az igen. Kúra sok NPC van amúgy chat. Ja, amúgy már meg most is hallottam, hogy mikor ott találkoztunk még egy csomó playerrel az elején leadni a házrablást. Hallottam amúgy, hogy valaki panaszkodott, hogy neki nem tetszik, hogy annyi NPC van, de szerintem kurva jó. De a legjobb dolog az NPC, tényleg, én most nem tudom, szóval néhány ember csak a megszokás miatt mondja ja, lehet, ezt, amúgy. Mert... Jó, amúgy, néha idegesítve. Ó, ne, ez a leadó leadó pont. Ó, fel kell mászni a ház tetejére. Faszomat, nem baj, felmászok. Ez jó hely. Golden Thread? Mehet a fúrás? Mehet. Suri a suri. Elmászok. Nyomod. Amúgy vannátok item? Kaptatok itemet, vagy akkor nem pakoltuk ki az itemes részét, nem? Csak a tévésé. Nem. Hát akkor szaladjunk. Azokat, aki fogja össze, amikor azt mondják, NPC-k laggolhatnak, de azt nem veszik ki NPC-nekül. Meg egy az, hogy... tehát ha felmész GTA Online-ba, vagy GTA Story módba is tele van NPC-kkel, és igazából tehát nem az eszi meg az FPS-t, érted? Mert a taxi, azóta menjünk legált jobozni amúgy. Ó, hol van ez a köcsög? Ó, megvan. Pápai Jóci? Pápai Jóci? Nem úgy néz ki? Hogy a faszomban néz ki? Ez a rendes karakterem, nézd már rá! Leadott-e vagy leadjam én? Nyomjad. Amit leadtam. Ti is kaptatok pénzt? Én kaptam 156 ja, dollárt. Fejenként kapunk annyit. Akkor mehet egy favágókör? Persze. Menj, nyomjuk egy favágókör. Én is levágom, ne viccelődjünk már. Úgy láttam a god mode sem ment ez alól. Ja? Nekem már nincs benyomva. Nekem igen. Kéne valamilyen per clean vagy valami, hogy ne legyek tiszta vér. Nagyon kevés az a karakterem. Nem baj, maradok véres. Akkor menjen egy favágó? Hogyne. Hát még azt nektek kéne csinálni, mert a telefonom nem jó. Várj, relogolok, várjál. Miad? A telefon néha még beakad, és hát vannak dolgok, amik... Ha ez meg, azt meg abba csinálod, és utána közösen megnyomod ezzel, akkor... Ja, de ezért van ez. Ez van a beta tesztelő userrel, így van? Így van. Ez így van, Blood Hero, jól mondod. A mapolások eszik a mapolások, a ruhák, a kocsik, meg minden olyan, amit utólag raksz be, ami addonos. Tehát, hogyha beraksz tényleg, most volt olyan haj, mert Forin nézegette át a hajakat, volt olyan haj, ami egy eszik kibaszott ocsmány lett, és egy haj annyit evett, mint hogyha négy addonos autó állt volna egymás felett. Tehát így ilyeneket gondoljatok bele. Tehát hogyha mondjuk tegyük fel, ott van 20 player egy helyen, és mindenkinek olyan haja van, az olyan, mintha 80 addonos kocsi ott állt volna egymás felett. Ez így van, Aszti, ez így van. Szóval meg azokat jól kaptiozálni, aztán basszalmúny. 150 dollár, mennyit érhet? Elmehetünk egy boltba, megmutathatom mennyibe kerülnek a dolgok. Az a kis szeró, csak gratulálok. Hát ígyétek el tegnap, én este 3-kor tudtam meg, vagy amikor kiírtam, hogy beta teszt lesz, és tényleg én ezt tegnap is mondtam, hogy rég voltam ennyire boldog az életem, mint most. Úgyhogy igen, kurva, én nekem ez nagyon durva, tényleg. És oké, még nem nyitottuk meg, de már a beta teszt már az, hogy már mindjárt megnyitunk, úgyhogy igen. Tehát a beta teszt az már tényleg az, hogy egy pillantásra vagyunk attól, hogy megnyissunk, mert kijavítjuk a dolgokat, amik most vannak, és megnyitunk igazából. Üdvözöllek titeket, hogy vagytok? Hello, üdvözöllek, hello. Szia, üdvözöllek. Kinyaltam volna menstruáló nőt, bazd meg, és jelenleg úgy nézek ki. Én relogolt, az jó lett. Tényleg úgy nézel ki amúgy, neked a fejed véres csak. Van nagy a telefonom, várjál. Mi, akkor favágó? Azt fizet a legkevesebbet. Hogyne. Mi a számotok? Nekem 100-0-12. HTML? Nekem nem tudom, 100-0-0-3. Küldtem inveket.
El is fogadtam. És akkor most gyakorlatilag hárman bekerültünk a jobba, és most nekik is kírja ott jobb felől, amit nekem. Ott egy feladatlista. Most nektek is kírja a feladatlistát, ugye, pont ezt mondom éppen. És ja, feladatlista alapját követjük, amit ír a feladatlistán, és úgy tudjuk elvégezni a munkát. Egy kis leírás a playerek számára, hogyha valaki új és kezdő, akkor oda le legyen írva neki, hogy mi a fasz kell csinálni. Nekem még nem volt karakterlékem, nekem a nyitás napján lesz. Ez az invis képernyőn látszódik, így van. Lesz volt fent, hát lényegében minden ilyen, ahol meg kell invelni a másikat. Felkérte Galaxiam, úgyhogy a Zero DC-t keresitek chat. Felkérte DC-al az én DC-mre jöttek fel. Mikor várt a nyitás? Figyelj, ez a beta teszt, ez innentől... Érted? Napokon is volt. Most figyelj, fenn vagyunk, beta tesztelünk 30-an, 40-en, 50-en, amennyien vagyunk éppen. Keressük a hibákat, kijavítjuk a hibákat, folyamatosan Ikoli meg Arun rajta vannak, tényleg. Arun az 4 órát alszik egy nap, a többit meg fejleszti, úgyhogy nagyon rajta vagyunk. Ahogy kivannak javítva a hibák, meg megnyitunk. Úgyhogy, ja. Addig is lehet jelentkezni, csinált, felkérdő Galaxy. Hát nyomni kell, vasszász, hát nyomni kell. Felkérdő Galaxy, adjátok le a jelentkezéstek, nyomjatok egy izét, egy lapot. Aztán ja. Na, köcsög rendőr. Ez lehívott rendőrautó? Aha, szerintem igen. Mert nem mutatja a GPS-em, akkor biztos. Szerintem fixen. Le is dévézem. Nem tudom. Ú, de szép a színű lett, azt nézzétek. Milyen szép szín amúgy. Így van. Ugye undorítom, milyen ez, sárga? Glow Street. Ez zöld, öreg. Ez zöld. Ez zöld. Sárga. Nyilván a mapon megkapik egyből a jelölést, hogy hova kell mennünk. Na mondjuk ez egy jó idő lesz, mire felérünk Balettóba, de nem baj. Nem szabad tépézni, az buzis. Valaki mindig lesz streamelve a beta tesztet. Easy, te biztos streamelsz valami még beta tesztet, nem? Persze. Ja, jó, hogy. Jó, hogy. Ja, most igazából megnézegetünk csomó mindent, de... Ja, nyilván azért javítva is lesz egy csomó minden holnapra, meg ma is ring, aztán újra meg kell nézni őket. Hát a tesztelés ilyen, úgyhogy lehet streamelni. Azért, igen, sokszor át kell menni a dolajjaj. Olyan nagy gebaszok nem voltak eddig. Hát ja, néhány jobnak a vége nem volt jó, vagy valamilyen része, ami megakasztotta a dolgokat. Telefonban volt persze, hogy elment az A rádiót még nem teszteltem, hogy milyen a hang benne amúgy. A rád kurva jó a hang, amúgy annyira ilyen rádió feelingje van, mint hogy... Igen? Ja, nagyon fasz. Most én sem rádióba eldobtam. Ott volt egy srácnál olyan probléma, hogy átbindelte, és úgy nem működött neki a bind. Hát, látni, hogy gondolkodtunk ezen, csak még megcsinálható bármikor igazából lesz, csak... Hát, az a baj, tudod, ebben lehetnek elég komoly forszok, meg nem tudom, de lehet, hogy több agyszül, mint RP-t, az a baj vele szerintem csak. Amikor nem kell átvenni, hát azt majd a helyszínen. Még a munkaruha még itt bugas a favágónál, az tuti. Ja, főleg a lányoknak, igen. Ó, megjöttünk a nagy fák közé. Amúgy nem rosszom bottakam, és nekem be van rakva, de... Kell valamit nyomni? Újra kell rakni. Hát, hogyha kiraboltál mindent... A jó. Kösd le magad. De mióta mondod már ezt, hogy újra kéne rakni? Ha kiraboltál mindent amúgy, akkor utána lebírod adni a laptopba is kész. Nagyon nehezen veszi rá magát az ember. Legszarabb dolog. Tényleg nagyon rossz képet újra rakni. Hát én azt kérdezik, hogy aktívan fogsz RP-zni. Persze, két dungeon között. Nyilván most jóver függő lett. Egy hét alatt van benne 100 valamennyi órája. 115 óra. Ember atyávár. Köszi, ez kemény amúgy. Álljunk meg egy boltba, mert itt kíváncsiak voltak az árakra. Vásároljunk be egy kis ételt és italt. Jobbra lesz egy bolt amúgy szerintem, nem? Ice Gaunt lett a új Gábor. Jaj, itt bemegyünk a jobbadai boltba. Egy boltot is kiraboltunk amúgy, nem? Azt még nem néztük. Nem, a van elég rendőr azzal szerintem. Sőt, még szerintem egy bankhoz is, de én a bankot nem bírom megcsinálni. Nem? Nem, én az durva szólyok. Én nagyon szenvedtem vele, mire sikerült. Az a baj, én nagyon ki lennék nézve itt a streamenbe, ha most az ott lenne. Mert én olyan voltam közben, mint egy fogyatékos, szóval hogy hangosan is védelgettem. Kaja piacok, nagyon olcsók a bók. Nyilván vízből több kell.
kajába kicsit kevesebb, mert a vized amúgy alapvetően gyorsabban fog, mint a kajád. Tudsz, hogy egy laptopot, szivacsát, tudod másolni az autódat. Ezek az ételek pedig úgy vannak, hogy veszel egy itemet, és úgy tudod elővenni, úgymond használni az itemet, hogyha megveszed. Itt a papírral pedig tudsz egyébként mindenféle dokumentumot írni, csak hogy megmutassam. Itt tudsz egyébként dokumentumokat választani, adásvételi szerződés, lehet, és itt van üres dokumentum, vallomás, nem volt elég rendőr. Nagy valószínűséggel, még akkor, amikor próbáltad, szerintem. Ja, az könnyen lehet, ja, mert az, hát úgy van, hogyha egy rablás vagy, akkor, hát igen, egy rablás az kell 5, és hogyha indulna egy másikra, az kell 10, és így megy tovább. Az olyan rádió nincs nálam. Vannátok rádió? Nálam van, odaadjam. Ja, nyilván amúgy autóban nem lehet átadni, ez amúgy kicsit zavaró lehet, de én nem tudom, én már megszoktam. Give me. Köszönöm szépen. Igazán nincs mi. És egy capsokkal veszik a rádiót, jobb klikket megnyomod, akkor megjönnek egy kurzor, tudod hangosítani, halkítani az emberek hangját, beírni, hogy még felmész a 2222-es frekvenciára, és itt kírja fel, hogy csatlakoztál, hogy most pont eltakarja a feladatlista, kírja, aztán pedig egy, azzal, amit bindeltél, megnyomod a capsokat, újra eltűnik, és hogy azzal, amit bindeltél, azzal tudsz így belebeszélni szépen. Ennyire egyszerű, mondjuk én... Hát el is dobom amúgy ezt amúgy a gyászba, ha nem gond. Rádiót. Nem kell. Nem, persze. Hú, de jó lesz ez a favágás. Nyitás után egy héten hány player le lehet számítani? Hát figyelsz, azok nem... biztos, hogy kurva hangulatosan. Most 30-40 ember van fenn a szeron, de most összesen kb. Egy 150 tud feljönni max. Tehát 150 beta tester van. Elfogadod, már most van majdnem egy 1000. És szerintem mire megnyitunk, ugye nem sokára, tehát be fog telni a szeró. Ételromlás lesz a szeron, mert most is van. Megnézed, ott van egy kis csík a hamburger alatt. Meg a, nyilván a vízom, hogy ez kurva lassan romlik meg, de... Érted, ha pár végig az inventory-ben, ja, akkor szar. Igen. De amúgy a hamburgernek ott van a kis csíkja. Én nyomom nagyon. Hát pisztolyok meg is, hogyha lősz a pisztolyok, akkor megy le a durability-e, úgyhogy... De nekem nem is emlékszem, hogy neki mentünk volna bárműnek is. De, pedig mentünk. Ó. Oh. Lehet, megfixelem gyors. Nyomod. Hány fél és ezt erre 200. Ó, Step City, Fallen MC, mi vagyunk. Doni nem volt itt, azért jött. Jaj, a rossz gomb! Faszom. Sányatikus a szeren. Ennyi. 35-8-40. Most csak tesztelünk, gondolom az alapban nem tud feljönni mindenki. Mert akkor főleg kell összenni. Most csak az a 150 beta teszter, vagy 140, valamennyi tud feljönni, aki megnyerte őket. Szép. Köszönöm szépen az elismerést. Itt törekedtem arra, hogy sikerüljön. Szerintem amúgy egész sokan vannak fent hozzá. Hoppá. Ja. Itt egy... Igen, most mennyien vannak fent amúgy? Nem 30, is néztem 40. Már egy ideje. Tényleg? Ez kurva jó. Ajajaj! Hú, elnézést. Bocsánat. Csúszik bassza meg. Nem kell lícézni most, dehogy is. Egy beta teszt. Hát csak néha hülyéskedünk, de hát ez... Jó, az hülyéskedni lehet, és most... Persze, de... Na nincs értelme még azért, mert... Benyom mellett ikon, mi az a... Az a beta teszterek. Az nagyon durva. Öf. Most bekapcsoltam, most ki van kapcsolva. Ki van kapcsolva. Lehet nem veszitek ilyen könnyen, mondjuk én látom az én monitoromon, de... 51 most. Nem annyira jó ez az autó, hogy lomaszar. Elég lomha, igen. Én ilyen csak noclip-ba jöttem eddig. Hát, ez most végighajtjuk. Köszi szépen, Ádám. Köszi szépen, Cset. Így értek, tényleg én tényleg rég voltam ilyen boldog, mint most amúgy. Ez a beta teszt, és mennyire fel fog dobni még a szervernyitást tegnap. Sőt, amúgy most elmúlt egy hétben Sziget óta elég elbaszott közérzetem volt, még kedvem, de... Ez, hogy ma beta teszem... Tényleg... Boldog vagyok itt valaha. Na basszunk oda. Le van húzva egy kicsit. Folyamatosan bazzánk mosolygok, vágod? Így... Igen, de sotozni. Jaj. Sotozni kell. Azt írtam a doktornak. Igen? Bennem néz fel, de még ne is nézzen. Benne vagyok. Majd éles szeróra. Hát igen, egyébként Fider, így van. 200-at nem akarunk többet amúgy, annyival lehet RP-zni jól, de viszont több tényleg felös. Meglátom a reportját, az ember ezt... Amúgy szerintem csak eldögöztek. Fel kell vegyük a munkaruhát, hogy hátjelmelen kíváncsiak, hogy fog állni. Sehogy.
Ja, én igen. Szia! Ez. Azt nézd, ez nagyon én vagyok. Mondjuk neked sem, mert pedo van rajtad easy, de... Persze. Ha leveszed, akkor jó lesz. Neked mi az MP peded, vagy mi az Isten? Micsoda? 50 fát kell ki, ja, mert 3-an vagyunk, baszd meg! Igen, nagyon sok. Az sok! Hát azt lehet nem vágjuk ki, mint nem? De hogy én 8-at csináltam ma, azt hittem megőrülök. Amúgy, már egy kalóza nem megy, amúgy másfél óra is, hogy váltok pillanat. Ti hallottok egyáltalán a zenét chat, mert most jön fel, hogy a Warivag Leskogi megy másfél órája. Geci. Oh. Ja, benne valami Kaleo playlist. Ja, és itt annyi a lényeg, hogy vannak ilyen kis fák, amiket itt láttok jobbra, és itt már vágják az emberek a fát. Vannak ezek a kisebb fák, aminél most ott állnak is, ezeket bírjuk kivágni. Hát tényleg itt vágdosság. Állj már meg egy pillanat, lusuri létsz. Igen, na várj, miért? Ami... vagy ez arc... szarok vannak? Arc kifejezések? Aha. Aha, valami... F3. Valamit rakjál be, légy szíves. Jó. Ez milyen? Hát ránk dől egy fa. Oh. Várj, ezt hogy nézek ki? Na várjál. Amik így befeszíti a száját. Rádőlt a fa. Ez nagyon jó! Na ez egyébként. Jó, ezt ki kellett ment. A sziróban már nem. Még nincs. Ez a minigame igazából jelen van mindenhol a szerveren. Illegál minigameknél, legál minigameknél, szóval tudom, hogy hangos a zene, mindjárt lealakítom. Csak a streamnek megint nem működik valamiért. Hopp. És ide bekerül a fal kezedbe. És felrakod a kocsi tetejére. Ilyen egy gyönyörű módon. És akkor így felsztekkeli szépen. 36 darab fa fér el a platón. Többit meg ugye majd le kell adni előtte. Nyilván ezek a minigamek nem nehezek, hanem azért van, hogy izé, hogy kurva nehéz legyen, mert most mi nehéz egy favágással, hanem annyi a lényeg, hogy oda kelljen figyelni, érted? Minimálisan is, meg igen, így van, csoki, hogy ne? Szevasz! És oda kell figyelni minimálisan is, és ne csak annyira legyen, hogy oda megy szóval, és ebetivel afkolsz igazából. Nyilván most egy minigémet azért annyira nem lehet, vagy a minigémet, csak egy legal jobot annyira nem lehet túl csicsázni, hogy hihetetlen izgalmak legyenek, mikor 500-adjára is csinálod, de igazából az volt a célunk, hogy sehol se csak az legyen, hogy oda mész és ebetű. És aztán állsz egy izébe és vársz. Nem látom a kezedbe a fát, amúgy. Én se látom most a tiédbe, amúgy. Hát háttérmerében láttad előm. Hát amúgy már most meguntam. Le is adhatjuk. Jó. Hogy vágják amúgy? Nézd már mekkora király. Hol? Hát itt mellettünk. Jaj. Ja, nyomjátok! Na ezt ő kezében látom. Lehet a pedetek miatt nem látom amúgy. Akkor szuper! Hogy vissza? Jó hosszú séta lesz! Persze, hát nem gazdag szétablás RP-s vagyok, baszol! Nyomod! Kiszámolom! Újra nőnek a fák, így van. Egy jó nagy zónában nőnek itt a fák. Egy jó nagy zónában nőnek itt a fák, és ami 300 valamennyi van folyamat. De adjuk le amúgy, mert tényleg azt menjünk inkább horgászni. A horgász szóval ugye a legjobb esküszöm a horgász, én nagyon szeretek horgászni. Menjünk, pecázzunk egyet! El is sikerült. Legalább lehet saját kocsival venni. Ja, mondjuk annyira akarsz menni azzal a fossal, hogy eddig mentünk. Nem azzal a szarral, nem. Biztos, hogy van másik, amúgy meg lehívni. Ide is hét alapával. Amúgy... Nincs kicsit messze. Lehet segít a közelebb parkolsz, nem? De egy picikét messze van. Nem baj. Leadom, várjatok. De akkor eltűnik az autó, leadom. Akkor beszélj. Ja, nem itt tűnik el. Nem tűnik el. A telóba, hogyha leadom a telóba a jobbat, akkor tűnik el. Van ebbe a publiba kocsitok? Nincs. Jó, akkor mindegy, leadom, eltűnik, azt legalább lehívunk egyet. Melyikbe? Palettóiba van? Nem. Fő publikba? Mi a fő publikban? Nincs is fő publikunk.
12-es garázs. Hát faszol se tudja, az melyik jelölt be. Ott, amelyik a PD-mel, a régi. Na most csak szopatsz, ez kurva messze van. Persze. Megnézem azért. Annyikam, hogy most egy munkajármit használunk saját célra? Tenni kéne, hogy egy rendes négyszemélyes autót van, egy csomó pénzem. Nincs főpub, hát nincs ott pub, ha szakad más. Jó, hát akkor menjünk. A nagy disztót. Jó napot kívánok! Fogja magát vissza! Kapjátok be! Jó, várj, ez üldözés. Kössétek le magatok, durvulni fogok. Durvulj be, bazzai! Jó durvulás! Jó volt. Nem így akartam. Kapjátok be, fakabátok! Itt manővert alkalmaznak, felszólítás nélkül! Ha! A kamion megállítja őket. Istenünk szerintem lassan, amúgy az a baj. Igen, nem, igen, nem, csak lelassulunk. Amint bele... lereztek őket, easy. Itt egy bankrablás van? Mi a fasz? Tényleg! Azt a ne! Kalkulétid! Bankrablás van? Tényleg. Menjünk erősítésre. Sajnálom. Most nem tudom az enyém. Húszak vagyunk! Segítség! Hello, mi vagyunk a túszok. Jöttünk, túsztak, szavaztak. Minden fasza? Biztos figyel, most tolja az izét. Akkor, ja, egy pillanat, hát kérhetnénk egy óvodást. Óvodás? Igen. Miért? Milyen óvodást? Ja, nem bírod megfejteni a dolgot? De. Most jöttem rá, hogy kell. Nem egyszerű, igen. Mi vagyunk a túszok. Csak kicsi, mi nézve, amit érsz, kisúri. Feje. Legelig aljas. Várj csak egy selfie. Mérges. Hogy voltak a szám? Keci, te jó ég. Jó. Most meg lesz. Kevés. Jó, mondom. Valaki elég keményen lélegzik. Vagy igen. A leírt forma az mit akar? Én sem tudom megfejteni. Nem. Discord dropi? Nem. Hozzá én mondom! Jó van, ki lett pakolva. Jó, meg volt. Easy. Szép munka, szép munka. Hagyj egyára próbáltátok. Elsőre jaj, nem sikerült? Dehogy. Ja, látom, nem nagyon nyílik a szép, csak azért. Nem tud bejönni a mozéba. Amúgy. Én elindítottam, és azt írja, hogy nem elérhető. Okay. Rádió nélkül tudok rádiózni. Ez gond? Na várja, beírom. Itt most OC van, itt OC. Ja, olcsó cigéznek jó. OC, ropi. Akkor még nincs lefegyverzés. Lefegyverzés nincs, még olcsó cigi van, olcsó cigi. Igen. Most itt megy a ropi, vagy nem megy? Nem tudom mi. Itt most olcsó cigibe. Itt fixálások van. Ez így emelej a 35-est. Ahogy hallom. Segítség. Adtak egy kollégát. Mi elmenjünk akkor horgászni. Ja. Jó pecát, ura. Kérhetünk egy autót, egy olyat, ami nem 35-tel megy? Nézem. Ráadom, akkor munkát várjál. Nyomod. Nem tűnt el a kocsim. Ó. Oh. Ó. Oh. Szék. Azt hittem felrúg. De ura. Ez elég romantikus. Igen, ez egész jó. Itt még mindig a levegőbe összeni a széknél. És be akartam ülni az eletekbe. Mi történik? Ezzel megyünk? Egy kocsit. Jó. Menjünk. Ezt nyújtotta. Lövöldözést hallok. Hol vannak a többiek? Hello. Hát hova menjünk ezzel? Ja, egy saját kocsiért publikban, nem? Pecázni, jó, hogy ezzel mink pecázni? Persze, hát jó lesz ez. Jó, akkor... Ott vagyunk mindjárt. Hívjatok be ti engem most izébe, telóból. Jobba, easy, csinálta. Mindjárt mondom a számom. Szerintem, hogy 02. Sőt, én vagyok az... Úristen, én vagyok a 100-001. Hát, jaj, 003. Ez szerintem lassabb, mint a favágó kocsik. Most nem azért. Hiszem, várj, nem, most nem nyomtam neki annyira. És itt feljön egy ilyen csatlakozó munkához. Elfogadtam. Várj, akkor mehetünk gyors. Balra.
Kristóf, te 103, ugye? Persze. Várjatok. Olyan vélemetek imbeltelek? Ja nem. Bocs. Ja, jó. Elfogadtam. Oké. Okay. Ezzel kell. Ez elég luxus horgászat lesz mondjuk, nem? Rendben, akkor hát a GPS-be bekalkuláltam a dolgokat. Nem tudom, látod, de... Úristen! Hallod, emlékszel, amikor Metál Csabi vitt minket a repülővel? És fordítva szállt le a leszálló pályán. Mi, hogy lehet fordítva leszállni? Hát a szigeten, tudod, nem ott szemből, ja, hanem így került egyet, és így és a leszálló pálya végén lett... Igen, oh. Igen. Nem kicsit erős az NPC forgalom. Hát nem tudom. Nekem kurva tetszik. Szerintem kurva jó sok NPC. Látom, látszik amúgy. Elég kevés a kerozin amúgy, azt nézem. A műszerfa, mint másodpilóta. Kijelentem. Hogy eszi a... Hogy eszi a benzint ez a szar, azt nézd! Tényleg, tényleg. A visszaszámlálás. Ez baj lesz. Az meg baj. Úgy érzem, még nincsenek is repülők a Szerón, úgyhogy... Ne nyomj, ne nyomj most, kicsit így... Ó, már nyugi, mert tankoltam pont! Hú, gyerekek... Vannátok egy törnyő? Mennyit teszik amúgy olyan? Né, dehogy van! Már leszállunk, hát... Uha! Leszállsz, nem robbanunk fel, nem tudom. Nem fogunk. Hova szállunk le a reptérre? Ja, itt kell vízbe. Itt jobbra, jobbra. Amúgy ugorjunk ki a vízbe, nem? Ja. Csak erre rámegyek. Tényleg, ugorjunk ki oda a vízbe. Hát Roxy amúgy random, mert mondjuk ha éjszaka van, tehát attól is függ, hogy milyen napszak van. Éjszaka kevesebb az NPC, mert igazából alszanak, vagy valami ilyesmi, tehát ahogy a GTA spannolja őket, de nincs, nem lett visszavéve amúgy. De az autópályán például nappal, meg amikor ilyen délután 5 van, ilyenek, akkor kurva sok van. Hello! Ó, hát majdnem meghaltam. Ennyivel, ott, az ott nem látok hátra, van motion belő, vagy mi ez, depth of field, vagy mi ez, istenem. Tetszenek a dolgok, chat, mit mondtak? Kíváncsi vagyok. Remélem igen. A szam innen, örülök. Nyilván valakinek nem tetszik valami, azt is mondja meg, mert... Lesántultam, geci! Ja? Tudod, nagy lett a damage, azt lesántultam, vagy nem tudom. Nem tudom, mert nem állítottam sétatípust. Nem állítottam sétatípust amúgy. Valaki horgászik itt rajtunk kívül. De kellene fog még egy autó amúgy, mert nem biztos, hogy ide dobja a horgászmezőt. Mindjárt, ha hívok, ez a luxor, nem volt jó ötlet. Tényleg itt van. Nekem még lenne valami. Hello. Hello. Sziasztok. Ittünk horgászni. A favágó job után a rendben volt? Nem tudtuk végigvinni, már jött a restart. Nem bírok ránézni amúgy a tagra. Nem én voltam. Elkezdtem a melát. Ja, utána tudunk csak interaktálni vele? Szerintem igen. Hajtsa megadott pontra, és én egyáltalán nem. Fog ki 19 haladat óból. Biztos, hogy indítottad a Lazy a Jobot, hogy benne vagyunk? Mert nekünk is adta a feladatlistát, tehát valamit szerintem... Persze. Hát meginváltelek titeket aztán? Hát igen, de csak... megvártad, míg elfogadják? Persze. Hát nekünk is adta a feladatlistát, úgyhogy szerintem valami nem csináltál jól. Mit lehet ezen elrontani? Hát jó kérdés, de... Igen, de nem vagyunk benne az előzőekben, vagy várjál, akkor szakítsd meg a munkát, hívelek én. Jó. Ezt lehetlen elront. Hát lehet, végig. Mi is volt a szám? 100-003 és a tiéd ízi? Enyém 100-012. Dreamer öreg, köszi az 5 darab számgiftet, 5-et a csatornán már Vedornak, Madalóriának, Exit for Pának, Ingárnak és Tutrien Botinak. Igen, még valaki nem fogadta el. Elutasítottad. Tudom mi a gond. Igen. Nem indítottam el. Ja, hogy nem nyomtál rá az indításra? Nem nyomtam el az indításra, persze. Megvan a probléma. Or? Geci, de várja, behívlak titeket újra. Jó. Geci, te majd most invej. Jaj, de hogy lehet elrontani? Ezt sehogy nem lehet elrontani. Kivéve olyan fogyatékos vagy, mint én. Most nekem nem jó, bebuggaltattuk majd, nem tudom, de én nekem most ki se adta a feladatlistát. Nekem kiadta. Mi? Na várjál. Nekem is kiadta. Most akkor nálam...
Hogy ne lenne autószalon? Azért csináltam így, hogy hát, ha lesz-e valami bug. Ja, persze, és lett. És lett, igen. Várjál, csak egy horgász robot egyedül. Ilyenkor kiadja, oké. Küldök új ízét, jobot várjatok. Jó. Bazeg, azt hittem, hogy te vagy az NPC. Nem. Na most jó, amúgy szerintem én sem indítottam el lehet. Fogyad igazság. Nem, valami nem volt jó. Csak könnyen bele lehet csúszni abba amúgy. Vegyetek horgászatot, Salit, azt menjünk. Jó. Jó, drága bazmi. Milyen Sali, boily? Most is nálam pénz. Nálam van a boily. Hova kell mennünk? Hogy nincs nálatok pénz? Van, Gyuri. Gyertek, padd be. Köszi szépen még egyszer, Dreamer öreg. Köszi. Kifogom a legnagyobb halat. Egy kocsi? Vagy? Hát, azt sem tudom, hogy hol kell most csinálni az egész. Mit csinálsz? Mi? Horgászol? Hát, azt szeretnék. Elindítottad a horgászatot? Igen. Megvan a hal. Kövének azt jövő fog ki 19 halat, de most akkor... És most a térképen bejelölte neked, hogy hova kéne menni egy kocsival, és ott kell kezdett horgászni. Ha megvetted a horgászbotot meg a csalit? Megvan, és utána úgy tudsz, hogy horgászni, hogy kirakod a hotbarra a lizét, a horgászbotot, vagy rányomsz egy betűt, és akkor használod. Jól van, nyomod. Csó. Nekünk kicsit messzebb kell menni, de nem annyira. A horgászat is végig a szendító körül van igazából a chat. Azért, hogy az emberek horgásznak, akkor ne azért, hogy kimennek a világvégi tenger óceánra és ketten fogdassák a halakat, hanem hogy minél közebb legyenek egymáshoz, kommunikálnak. Húha, mondjuk ez jó lesz, mert ha minden igaz, most hárman vagyunk. Hú, várjál. Hú, nem tudok, jó sokat kell fogni, hogy akarunk. Jó hát, ízét. Igen, Fogok egy távolit amúgy, vagy hát fogok egy közeli, közepest. Nyomod. Fogom a legnehezebb. Köszi a százas kebelei, hello. Jaj, kurvára kinyomtam. A távolra dobtam, nem jó, nem akarom. Szávasz kapci, mi a helyzet öreg? Épp pörögnek itt a beta tesztek. Jelentsé, milyen ez a horgászás? Kurva jó. Egyik kedvencem. Kapci, köszi a Prime 25 réget, köszi szépen öreg. Jézusom, hype van az! 10 méterre vágtuk be a csalica, az pongi, cső, mindenki, ez azt az óka. Remélyik lesz kapás. Ez is olyan job, hogy figyelned kell, mert ugye nyilván egy X időd van. Tehát tényleg ugye 3 másodperccel van a kapást kifúzni, hogyha, vagy megfogni, hogyha jön kapás, meg különben legkésőbb rossz újra kell kezdened. Tehát ez a mindegyik job olyan, hogy figyelned kell. Van-e különbség, hogyha távolra közelre dobod, de mindjárt látod, hogyha kifogunk egy... Mindjárt meglátod, figyelj. Kifogunk egy halat, és akkor frissülni fog jobb felül a feladatlista. És akkor meglátod. De egyébként úgy működik, hogy van ugye 3 nehézségi szint. Van a könnyű, a közepes meg a nehéz. A nehézből azt hiszem 2-t kell majd kifognunk, vagy 3-at, nyilván attól függ, hogy mennyien vagyunk. Közepesből ilyen 8-10-et, könnyűből meg összesen majd a maradékot. És hogyha ezeket kifogtuk, ezt a mennyiséget, és leadjuk, akkor az alapján kapjuk a pénzt. Látod? Most kiadta, hogy 25 rövid halat fogod kell kihozni. 3 távolít és 5 közepest. Most jöttem be ebből level 1-től 200-ig. Az a best, ezt lesz, hogy bírjuk adni szerintem, csak hogy elvégezzük, úgyhogy ezt végig kell tolni, vagy baszhatjuk. Szárjuk le. Én még most húzom ki a közepest vágott, tehát még... Hát én is azt csináltam. Most itt végig kell csinálni, nyilván, elég, hogyha esetleg ez így túlmegy, akkor pedig vége. Tehát akkor meg sikerte a fogásabb, hogy meg most figyelj, közelre bedobom. A közeli az kurva egyszerű, tehát most mindjárt megmutatom a közeli, amúgy tényleg csak annyi, hogy bal klikkelsz konkrétan. Igen, Gábor. És hát egy zórán belül igazából, amit miattunk meg. Átléphetek a nagy csoportba, micsoda? Ja, sikerült a bankravás, ez az lapi. Én fogtam még csak halad, basszátok meg. Én most direkt elbasztam, hogy megmutassam. Ja. Látjátok, a könnyű az ilyen, hogy csak letartod a bal klikket köve és végigmegy, anélkül, hogy baj lenne. Dreamer öreg, köszi, ez újabb egy számít, tehát Jézusom, Candynek
Liliennek, Jacksonnek, Killertanknak, Baxornak, köszi szépen öreg, köszi mehetek a Falkai, persze, köszi öreg, köszi, nagyon szépen köszi. Hát én ezt nem fogom végig csinálni. Ez sok idő amúgy. Mindegyik legalább jobb amúgy, most itt mondod, chatnek is van, de azt hiszem, hogy számoltak egy 25 perc nagyjából. Végig akarod tolni, 20-25 perc egy kör. Úgyhogy, ja. Easy, te még szeretnél fogni, vagy mehetünk a kövére? Jó, akkor menjünk a kövére. Halló? Mindenki love called gets. Fél. Ja, off call, meg ez, azt hittem lehet a szerver. Easy, mindegy, itt hagyjuk. Egy easy búvárt, hát csináltál amúgy? Én még kurvára nem. De múltkor búvárt. Egyszer kipróbáltuk Lilivel. De nem tudtam, hogy hogy kell. Hát az amúgy, Bálint elmondta, hogy úgy kell úszni, hogy csak a shiftet nyomod. És meg azt hittem, hogy jó. Easy, itt hagyjuk amúgy szerintem. Hagyom. Jó, volt 21, jelen mi a telefon, szóval 003, ugye? Aha. Költem én már. Elvileg elfogadt. Adta a feladatlistát? Jó. Ó, geci, lehető legmesszebb ide dob. Ó, jó mindegy, ezt leautózzuk most már. Mert ha ketten vagyunk, akkor... Axi, hogy működik a bérezés? A taxira azt álltunk igazából, nem akartunk se taxiórát, se izé, ott igazából full IC döntik el, tehát érted ott... Autóversenyt kéne kipróbálni egy pár ember. Az mehetem, hogy ki kéne írni. A taxi igazából full IC fog menni, érted, ha valaki beül egy kocsiba, érted, a taxi is szimpatikus ilyenek, akkor az alapján fizeti meg IC, plusz nyilván versenyezhetünk majd egymással egyébként azt, hogy mi hogy megy, stb. Ilyenek. Úgyhogy, ja, a taxi az full ilyen IC lesz, a konkurencia lesz egymásnak, nyilván ki mennyiért vállal a fuvart, ilyenek. Köszi a 200-es hírt, köszi szépen Kebelej. Egyelőre még hirdetésrendszer nincs, én azt full elfelejtettem, hogy őszintelek, full elfelejtettem. Mondjuk László szerintem azt véletlenül írt el, úgyhogy nem kell téjózni, főleg nem másfél napra. Előbb pont besírt annyit, úgyhogy szerintem véletlen írt el. De csak tippelek. Jézusom, csináltam, hogy kettő követő kell, és meg vagyunk 93 000-en. Let's go! Let's go! Ajaj. Nem vagyok lekötve. Miről beszéltem? Fogalmam sincs. Ja, a taxira. Úgyhogy ja, igazából én úgy vagyok vele, hogy majd, hogyha valaki mondjuk tök jót ícézik egy taxissal, vagy érted, valami illegálisat megcsinál neki, vagy valami besegít neki, majd IC eldöntik, mennyit ad neki. Valaki jó fejvel ad neki többet, stb. És ugye a hirdetésrendszer az egyelőre nincs, mert telóba csinálunk egy appot, csak full elfelejtettük, hogy egyáltalán kéne ilyen, úgyhogy az elején valószínűleg Twitteren fog menni, hogy ó, itt eladó ez az Amaz hívít, stb. De ja, utána lesz egy hirdetéses app valami, valami ilyesmi. Autóba belső nézetbe kell lőni a... Most van nem pisztoly? Hagyna, egyesen. Előbb veszem a pisztolyom. Akkor így kell lőni, aha. De meg nem egyszerű amúgy. Gilgó, köszi a Prime-os 11-et, köszi szépen öreg, köszi. Jaj, de négyesen van a hype vonat, köszi szépen öreg, csak nagyon kedves. Soban csak alap GTS kocsik lesznek. Hát egyelőre csak azok vannak, Tomi, mert most nincs még semmilyen import benne, de amúgy... Az a terv egyébként, hogy lehet majd IC pénzért venni importot is, és nem azt mondom, hogy mindig, de ja, azért az tervben majd valami legyen majd, hogy ne csak IRL pénzzel lehessen majd importokat venni, de most erre még nincs semmi konkrét, úgyhogy ja. Én most örülök, hogy bennyit vagyok, és meg vagyunk 93 000-en chat, POG! Ki tudod lőni a mellettem lévőt? Nem tudom, ki lőni HTML. Köszi Marci az eladásért, köszi öreg, köszi szépen. Köszi. Jaj. Találtam is egy bugot, tehát helyes. Írd be bug szobába. Adott frakció egy chapterrel valamit, akkor a chapter csinálod a játékos nem segíthet be? Nem. Nem. Hát, igen, tehát úgy be, hogyha érted, hogyha mondjuk hárman vannak ott a chapterben, akkor bevehetnek két külsőst igazából, mert aki nincs chapterben, meg frakció, meg semmi, csak... A lényeg, hogy öten végezhetem azt egy rablást. Nokosként tudok mozogni. Hogy? Motorral is felesz, persze, lehet lőni, ha. Itt van. Ja, ó. Én is az izét napernyő alatt kerestem. Let's go. Ja, 5 főt tartanénk, igazából annyi a lényeg.
van zárva. Elfelejtettem. Most a map alapján megyünk tovább. Itt ott a... ezt sokan nem látták amúgy, hogy... ott látjátok a hajó elején ott a buvárpalackokat? Úgy lehet felvenni egyébként a munkaruhát, hogy... majd megmutatom, mindjárt úgyis oda megyünk. Nem, nem Tomi, nem. Sziasztok, szemétláda barátaim! Várjátok, 64-es reportra válaszolok. Szia! Oh, hello, hello! Be tudok még most is hívni vajon a jobba? Várjál. Az vagy, szerintem már nem hiszem. Nem, nem lehet. Hát szabadul. Vigyázok akkor... a hajóra. Jó, jó, jó. Le kell horgonyozni amúgy. Te át lehet menni egyáltalán? Nem jelenti, hogy meg Spartra futunk. Még nem, nem tudom, annyi nem néz ki jól. Te hát, sima. Ugratunk, figyelj. Ez RP-s? Ez az. Kik a csodálkos? Jaj, hogy a soundi. Oh! Basz. Miért rózsaszín a hajó? Nem tudom, ezt dobta a rendszer. Miért rózsaszín? Felkérde Galaxival tudtok feljönni a szerverre chat. A szerver DC-re. Galaxy RP modul meg tudtok jelentkezni a weboldalunk. Hát Dreamer amúgy szerintem marad. Én nekem tök rá vagyok a huddal amúgy. Én teljesen meg vagyok vele elégedve. Nem kell semmi több benni a... én szeretem az ilyen minimalista, egyszerű dolgokat. Jó messze van, Getsz. Nem, nagyon rossz, hogyha benyomom a klímát, fázok. Hogyha... meg ki van nyomva, még melegen van. Hát, igen. Mindjárt ott vagyunk. H betűvel horgonyz... ah, igen. Én írtam ki. Még a 40 roncsdarab is kemény összeg amúgy. Igen, voice van, aha. Dök. Elorganyoztam. Menjetek nyugodtan, véletlen se fogok elmenni a hajóval. Hát csak sikert, még hát nem tudod felvenni a pedre azt a ruhát szerintem, úgyhogy... figyeld meg, sikerülni fog. Az meg nem... és itt fel tudom menni itt a hajó elejénél, várjál. Szép munka. És most le kell lusszak. Ú, mondjuk jó sötét van, geci. Hát ezt nem éjszaka kell csinálni, ezt a munkát. Jó, hát igen, és itt kell keresni dolgokat, amiket szintén minigame-mel fel tudunk aprítani. Mint például ez, ez a gumi, ez tuti. Várjál, nem tudom, hogy kell irányítani. Shift. Shift, jó. Nem tudom, hogy kell a víz alatt kanyarodni! Jó. Jó, megyünk egy kicsit előrébb. Igen, nyilván itt most, ha elúszom mellette, akkor is beadja, de ja. Hopp, elbasztam ennyien. Hogy működik ez? Hogy a lámpa? Hát neked nincs. Elbasztam! Mi az, hogy nekem nincs? Nagyon, az a baj, nagyon úszok, geci. Nem bírok lassan úszni. Hogy tégos vagyok? A most jó, most jó. Rájöttem. Igen, nyilván itt hogy kicsit messzebbre is beadja, de hát az a baj, az úszás sem, hogy nem olyan egyszerű. Úgyhogy... és aztán, hogyha szétfurad, meg eltűnik, és akkor be van gyűjtve egy roncsdarab. Hogy nézel ki? Most nézem. Mert? Egy embet, ha embetűt nyomok közbe, akkor cancel-ölődik. Ó. Oh. Ha, ez izéne nem volt, nem? Vagy beírom. Kincskereső jobnál, ha minigame közben N betűt nyomsz, hogy beszélj, akkor kidob a minigame-ből. Mit írtak nekem? Equally mit írt? Kurva jó, nem cser. Én nagyon jól érzem magam most. Hú, de várom azt a mindenit. Nagyon kemény. Nagyon várom. Buvárjobb. Minigame nagyon tetszik. Na örülök, igen, ez egy buvárjobb igazából. Gyakorlatilag.
Csak én nem nagyon balfaszul mozgok a víz alatt, vagy én nem tudom, lehet rossz gombokat nyomok le. Azt mondta Bálint, hogy shift-tel kell mozogni, de nem tudom, hogy mit lehet itt még begyűjteni. Shift-tel is én kurva gyorsan úszik, az a baj. Oshidu, kérdezd meg tőle, míg mit, micsoda? Próbál, mikor fogjuk próbálni? Hát... Fia, mikor kész lesz, biztos vagy benne, hogy meg fogom győzni, úgyhogy ne aggódj emiatt. Mikor kész lesz, biztos vagy benne, hogy meg fogom győzni. Addig meg... Ez itt jó. Nem találok több darabot? Hopp. Ez biztos, hogy az. Nyilván itt máshogy is beadja a minigémet, mert az, hogy mindig elég kéne úszni, hát nem... Szopás lenne. Szar lenne amúgy. Vegyítettünk három roncs darabot amúgy. FPS módban jó. Mi hát ez... Jó, mondjuk nem gondoltam. Jó, hát ez így kurva egyszerű. Jó, erre még nem gondoltam. Elbasszam amúgy. Basszamat. Megint mellé nyomom. Hogy nyomom mellé amúgy? Hopp, slag is van. Arra abban kifogyazok szín valamikor? Hát nagyon sok idő amúgy azt hiszem, tehát még az azt hiszem, hogy nem is, vagy nagyon sok idő, óra alatt, nem tudom, de nagyon nehéz, hogy kifogyjam. Nem tudom, hát én menik hol vannak, de én itt, vagy itt a hajónk megvan. A számokat kell nyomni, amit kiad, így van. Számokat, amiket kiad, azokat kell nyomni, amikor a benne van a színes a nem színesbe. Menjünk. Mi a következő állomás? Hát nem tudom. Raboljunk egy boltot? Jó! Láttátok már Acerinnek a karakter? Nem. Hogy néz ki? Numpadon is jó, ha. Keci! Mi a fasz? Jó Isten! Hogy lehet? Igen, elég kemény. Mi nem erre számítottam. Kemény mondjuk. Azt a kurva. Micsoda, mire gondolsz, Sir Huli? Kemény. Súly egy pillanat, csak annyi, hogy csináltam egy ilyet per reset inventory, és hittem a player ID, az a tudja visszaadni az alap inventory-ed neki. Jó. Ja, amivel hazaadd a cuccokat? Igen. Jó. Fasza. Köszi. Mehetünk boltot rabolni akkor? Mehet. Ezt a... Várja, már gázpalackot, hogy mi a kurva ennyi eszembe. Ez leveszi majd magától amúgy. Hát nekem aha. Még azt lehet ki fogsz esni. Azt mondja gázpalack. Na most le van. Hőben, azaz. Nem nyílt meg a szerve, beta teszt van, azaz a nyitás előtti nagy teszt. Indítunk egy baltra, és kéne valami publik. Melyik publik van autód? Ott a régi PD mellettében. Össze. Oda tépézünk? Nem, dehogy. Itt vagy. Jaj. De jó. Jól néz ki. Jó kis textúra. Hoppá. Oda bugolt egy kicsit a... Várj, ebben van négy személyes, nézzük nekem meg? Itt van, ja mondjuk szerintem a TP miatt, nekem itt van az NPC, vágod? Mi? Ezt most lehívtad mind? Hát igen, de van még egy csobó, csak hogy... Ez... Úristen! Hogy a faszom? Ezzel menjünk, ezzel! Jó, ez akkor várj, többit lerak. És családi! Hogy néz ki? Még van narancsága fényszórója! Persze. Na indítom a rablás, várjál! Megint perelt akarok írni. Hú. Ez nagyon ezért. Relogoltam, hogy újra fel kell menni a VPN-re. Hajnalban tuningolgattam őket. De hogy itt van egy csomó minden egyébként, itt eladó tárgyak is vannak, csak meg minden ilyesmit kiló vagy kilóg egyébként izé, meg itt az itemek még régiek vannak bent egyébként, úgyhogy igen, ez, de már megvannak az újat, csak még nem raktuk be azt a fájt oda, ahova kell, úgyhogy a
Ennek mindkét oldalhoz is lehet bevőni, nem? Az lehet amúgy. Dark Web. Reméljük van elég rendőr amúgy egy boltrabláshoz. Ó, nem hiszem. Az a baj, csak minden nem elérhető, úgyhogy szerintem nincs elég rendőr, vagy nem tudom mi van. Nem semmi, vagy semmi vagy elérhető. Csinálják, mint az állat. Hát vagy mindkettő. Nem, akkor nincs. Ja, vagyis is, igen. Oh, shit. Ja, minden foglaltad a baj. Hoppá. Hol lehet, hogy boltrablás? Miért nem írja ki a rendőrség? Mennyi rendőr van? Várjátok. Jó, van, hogy hát egyre van elég, az a baj. És hogyha egy megy, akkor nem tudunk újat, mert egyre van elég. Van egy... Várják, köztük én is ott vagyok. 3, 5, 7 PD-s van. Meg én is, bazd meg. Hát tőle. Megy a rablás épp. Megy egy bankrablás, abogy. Akkor egy autóverseny nyomni kell. Autó, hogy tényleg autóverseny mehet is. Az jó. Akkor vegyetek kocsit, bazd meg ti is. De nem, mi az, hogy mi is? Jó, vegyünk, jó? Nincs pénzem, értem, hogy az a baj. Hát adjak? Egy T20-at lehívok, az kész. Add el már nekem egy... Ja, jó, de hát izé venni kell az autósokba. Hú, ez bűn lassú, ez a szar. San Andreas nagy izé, érted? Kaptál? Csodán. Én nem kaptam. Oh. Hoppa, itt egy asztronauta. Egy istenség. Így magamnak adtam. Ó, de hülye vagyok. Mi az írószerű? Add át. 110. Beülök a kocsiba és nem látja senki a kocsit. Ez így van. Most? Aha, most kaptam. Jó, azért mondom. Nem látjátok itt ezt a kocsit? Csak bankot nem is látjuk. Nekem szokott ilyen lenni. Pillanat. Egy kis autó. Nem látjuk valóban. Hát ott benne állsz a kocsiba. Veszek valamit. Mit vegyünk, chat? Most az meg... Az a vagy számlán kell legyen a pénzem. Oh. Várjál, el kell menni bankba, fel kell rakni a pénzt. Rézi, adtam neked is. 200-at adtam, abból fel lett már. Easy. Jó, itt hagyjuk meg én a majd. Már tépézik. A kocsi az összesen szerintem egy 10.000 dollár volt. Ez? Minden szarral egy kicsit, igen. Hát jól meglátszik, 60 alig gyorsul feltett. Igen, hát nem egy izé. Mi történt? A téma az autósabb az, ilyen nem rossz szeretet amúgy. Képest itt az uraknak. Üdvözlet. Hoppa. Hello. 200-et fizessek be, legyen csak 100-150 szerintem. Nagyon jó. Meg vagyok. Kibaszott tízi, meg megint nem fog tudni venni kocsit. Így van a saját szerunk. Lehet, hogy még egy héten, mert hát figyelj, bármi lehet, amúgy az benne van Bence, amúgy simán, mert figyelj, ahogy látod, kurva jól igazából. Vannak bugok, nyilván ez egy beta teszt, szóval elkerülhetetlen, hogy ne legyenek bugok. De hát ezért csináljuk ezt, hogy kiderüljenek a bugok. Na bra. Jó, ezt amit szerintem megoldjuk. Ezt már írták amúgy. Készpénzbe is lehessen fizetni? Az amúgy jó ötlet. Serfa mondta, hogy csak kártyáról lehessen. Nem csak viccelek, de... Serfa hibája. Serfa amúgy, igen, mindent rá kell fogni. Így van. Ez így van, Gizzy. Pontosan. Na nézzük, mit vegyünk, chat? Mit vegyünk? Mit mondtak? Fú, de fáj mindenem. 8F Drafter? Hát valami szuper, vagy sport kéne amúgy. Vannak szuperek egyáltalán? Szuper van amúgy? Nincs szuper. Az meg csak sport van. Ja, meg lehet direkt. Mondjuk, ez keménynek tűnik, nem? Sportba Faria. Pénz is lehet tőletek kérni. Hát 30 000-et kapsz, Gábor, amikor belépsz a szeróra. Úgyhogy, az csak elég, nem? Ez szar, azt mondan. Akkor melyik a jó? Az gombat hoztam le.
IC kriptóval, de szóval figyelj, annyi a kriptó igazából, hogy az a piszkos pénz igazából, tehát az az illegális fizetőeszköz. De ja, el lehet vinni őket, persze basszom aztán. Az illegális fizetőeszköz, szóval azon kívül amúgy nem nincs semmi ízé, tehát nem nő, meg csökken az árfolyam, meg nem lehet belefektetni, és ha bele lehet, de... Megnézzük ezt a linkset, space-t lehet elvinni próbakörre. Elvisszük egy próbakörre. Jó ez is, legyen a links. Hát még ez sem a legsebesebb amúgy. Nagyon tetszik az autósabb dizájnja. Van pár dizájn, amit mindenképp át fogunk csinálni. Például a ruhaboltnak a dizájnok, az ilyen dizájnok amúgy. Az a baj, ezek akkor készültek, amikor elkezdik a szerót csinálni, tehát kurva rég. És azóta sok minden változott. Ez elég gyenge ez az autó amúgy. De alig megy 150-et. 160 a vége. Nagyon lossz. Van jó pár dizájn, amit ki kell lőnünk majd. És át kell csinálnunk másmilyenre, de igen, az most már nem amiatt fogunk ki, és ezt majd megcsináljuk közben igazából. Még van pár dolog, amíg kell a háttérbe, de nincs tuning, hogy ne lenne. Csak hát egy próba, tesztkörös autót nem tuningolok fel. De most ha veszek egy autót, feltuningoljuk, megnézhetjük milyen. Tuning egyelőre csak egyeseket tudunk belerakni, mert lesznek majd magasabb tuningok is, de az majd valami más kell. Massacro, Neon, 9F, azt írtátok amúgy nem, Paragon R, Speed Tutti Pitt írta. Schlagen GT, Spectre, ez mi ez? Oh, Honda Civic, azt nézd, kezdtem is tudtam, hogy van ilyen. 8F Drafter kell, és az Sport. Szomja azok gec. Szomja halok! Ne! Hát nem sokan múlott, most néztem rá. Jézus. 8F, Drafter. Itt volt. Ja, ilyen van HTML-nek is. Legyen fekete? Tudom itt, legyen különbözőek, legyen lila. Ballas gang. Megvesszük. LSX-es, hogy valami más, ez teljesen miénk. Mi szerver alapunk, semmi LSX-es nincs benne. Be is ugrunk a tuningolóba, már itt vagyunk mellette amúgy. Vagy bocsánat. Kiestél egy pillanatra a map alá nekem. Kőn. Aha. És akkor itt van, oh, fuck. Bocsánat. Itt tudunk mindenféle dolgot tuningolni rá amúgy. Oh, hogy néz ki? Itt rá tudok rakni mindent. Annyi a lényeg, hogy ez úgy működik, hogy... hogyha most én leenterezem, amely ki van választva, az van épp a kosaramba. És most megyom a space-t, akkor itt látjátok a kosarat, és hogyha nyilván vissza tudok menni, és akkor ugye, itt így van, hogy gyakorlatilag egy kosár van, és a kosárban majd befejezik a vásárlást, akkor ott kell fizetni. Rakunk már mindent, amúgy azonban egyes szinteket tudunk, mert mondom, lesz majd komolyabb tuning is, viszont egyelőre még csak az egyes szintű dolgok vannak benne. Ezek megvannak, külső tuningok, meg millióféle dolog van amúgy. Várjál. Tökéletes. Első lökhárító. Jó lesz, nagyon jó. Felnik, maradhat, hátsó lökhárító. Nagyon jó. Hűtőrács. Hoppa. Nagyon jó. Kipufogó volt még, amúgy nem fogom itt izé túl csicsázni, amúgy szerintem benyomok pár random dolgot, meg mondjuk a tető. Mi van még a tetőn? Nagyon jó. Amúgy szerintem még átszínezem, mert az kelleni fog. Mennyi egy fényszóró? Ilyen olcsó? Jó napot. Jó napot. Egy van, ami jutott még. A fényszóró miért ilyen olcsó most? Vagy miért csak most szerintem olcsó? Hogy ne dupla backspace... Na, ne dupla backspaces, miután beraktál mindent, akkor sem eltűnik a faszba, de lehet mondjuk egy olyan, hogy biztos ki akarsz lépni, és akkor nincs olyan gond. De jó, jól néz ki ez a kis autó. Tegnap összör szoptam be ezzel. Gyöngyház mehet rá, egy lila, nem? Egy piros gyöngyház? Azt néz, nem látok különbséget, nem baj. Megveszek mindent. 28.450-et költök összesen. Hopp, ott is van. Ízikének is kéne egy ilyen. Hát, most már velem jön. Várjál, alól. Mert a verseny? Jó, ez. Én majd itt leszek az anyóson. Navigálok. Mert amúgy, én majd hívok le valami szart, az kész. Kell érni, én, látom, kell érni. Nálad is elő az extra, nálad, amikor igen? Rádobta magától ezt a szart.
Illegál verseny valaki? Mi az Isten? Koporsó szállító gesztus tetejé, nem tudom mi tetejé. Lesznek vadalt autók. Tetején? Írtam PD közlemény, hogy valaki jön illegál versenyre. Itt lesz a verseny! Igen, igen! Igen. Helyes, helyes! Várjál, az a baj, útvonalat kéne még csinálnom, mert nincs. Helyes! Csináltak. Ami furfangos útvonal kell. Csinálsz, csinálsz egyet? Felesleges, hát, úgy sincs esélyetek. Ja, hát nem, igen. Átmegyek rajtad. Csinálsz egyet, átélmel. Ja. Már ki kéne írni, hogy itt így gyülekező, a tuning előtt. Autóker. Vagy itt az építkezés előtt. A tuningoló előtt. Itt lesz a verseny. A verseny készül, így van. Rendben. Ez a rendőrség szervezi ezt a versenyt, hogy nyilván. A rendőrség egy illegális autóverseny. Szóval ez illegális, vagy legális? Ez illegális mindenki. Ez Dr. PH. Igazából igen. Hogy tetszek a dolgok, SH? Eddig nagyon jól fát vágtam. Annyira most valamiért, igen, elég kevés FPS-en van, de szerintem majd újra telepítem a 5-emet, mert valami 60 gigát foglal már a sok asset így a szerverek miatt. Aha, úgyhogy majd szerintem újra rakom, mert a stabil 144 helyett ilyen 100 van, meg ilyenek, úgyhogy nem tudom. Szerintem nálam. Milyenek jó az FPS amúgy? Aha. Nekem is jó. De mondom, hát szerintem ez nálam van. Majd újra rakom, aztán kész. Ja, a stream az nekem 35 megeszik, az biztos. Ah, most jó, az előbb valahol 21 gigaramot evett, szóval ott egy kicsit néztem, hogy ez szép volt. Csak egy versenyt várjatok, útvonalat generálok. Nem lesz könnyű verseny. Nem is baj az, nem is baj az. Legalább mi már ismeri fogjuk a pályát. Igen, biztos megjegyzem. És hát én honnan tudjam, hol fog játszani SH? Tőle kérdezzétek meg. Miért tőlem kérdezik, hogy hol fog játszani SH? SH-nak tűnök? Lehet, hogy te vagy SH amúgy. Aha. Jó lesz, nem? Körverseny legyen? Aha. Még vissza kéne érnünk, oda, ahol voltunk. Hol voltunk? Balra, nem? Balra, igen. Az autóker előtt majdnem. Igen. Nagyon jó, és ha itt balra lemész, akkor itt is vagyunk. Írja most térkép nekem most már. Van idő még gyorsan tuningolni egyet? Hát hogy siess. Valaki van. Lehet. Kest, hogy a váltó jó legyen, meg a turbo. Hát élvelnél van. Mi ezt nem látjuk, Suri? Hát tudom, mert még nem hívtalak bele. Ja, jó, van már, bocsánat. Fasztokos kacorics. Jó, és akkor ezt létrehozzuk. Akinek kell nevet? Nem. Mentés, oh, először is. A nagy racse. Nem tudom, azt láttam, hogy nekik sokkal gyorsabb a kocsi, mint a miért. Az lehet. Egy pillanat türelmeteket kérem. Én is jövök akkor egy pillanat. Benne veszél? Nem tudok egy embetűt írni. Ja. Nagy racse. Mennyibe kerül? Igen, itt is még le kell tiltani. Egy dollár lesz a nevezési díj. Kinek van egy pénz? Fű. Most már lehet jelentkezni egyébként. De mondjuk szerintem csak 10 ember fél bele, úgyhogy ti essetek, ha jól emlékszem. Hát laptop, és ott van egy versenyzés, illegál verseny. 8 ember fél bele, úgyhogy siessetek. Hát én már meg tudnád javítani. Látsz bármit is. Illegális autóverseny, és ott lesz egy lobby amúgy. Kéne legyen. Igen, hát azt nem árt. Kurva élet. Hárban már benn vagyunk. Ízit, ne röhögjek ki engem! Bocsánat! Várj, én még a VPN-re. Kimaradunk, fazek. Próbálok. Ott van a blinkát. Ott van a túsz, ott van a túsz, ugye? Túsz! Ott a túsz! Hát nem, de hát Csoki, Max azt látják, hogy kurva sokan állnak egy helyen, de most nem jelzik külön, hogy izé, itt épp egy versenyzés van, de mondjuk, hogyha ennyien itt állnak egymás mellett egy úton, de valószínűleg feltűnő lehet nekik, de így ennyi. Isten, mennyien lettünk itt amúgy. Az vagy, tele lett, úgyhogy úgy tűnik, akkor ennyien megyünk, 8-an férünk bele. Akkor majd a kövide.
Majd mehetnék kövi másokkal, az kész. Elindítom, várjatok. Hát aki versenyi, az nem tudja kilökni a másikat. Csak aki nem versenyzik velük, ne lökjön ki, légy szívénket. De ha kidokjuk az elsőt, mi nyerünk. Nem tudod kilökni amúgy, csak mondom. Mindenkinek visszaszámol, ugye? Itt az NPC, NPC, hogy hesszel? Majd basszatok el! Úri csatősdel, elmentek. Hoppá! Nem fáj. Basszat, és pont akkor! Azt milyen timing volt amúgy? Hát addig tudjuk a mapot. Okay. Itt vagyok, minden rendben, ne aggódj! Ja, te estél ki! Persze! Ugi, amúgy... Azt a kurva akkor átrepültem, hogy zseni. Elsők vagyunk? Persze, tudom a mapot. Nyomod! Úgy morgók. Á, nem tudom a mapot! Az nem jó. Nem baj, ők is beszopták. Szerintem azért minket követnek. Nyerni fogunk. Mi? Mi csoda? Mi? Ja jó, nem, de jó. Mi? Jézusom. Jó. Ja jó. Lehet, nem is velünk volt. Ó. Szép, GG. Mi? Valaki küld ezek a rendőrök. Jó, nagyon jó. Ez igen. Ajaj, ez dodge jam lesz a végén. Igen, ha beértünk, akkor már egymásnak lehet menni. Beérdem mindenki amúgy? Valaki a telefonál közben. Hú, de ez milyen jó lesz a rendes szerveren. Ez biztos. Igen, most kicsit sokan vagyunk egyre, de ti is tudtok abból csinálni. Mit tetted volna bazd meg, hogy milyen követtelek, mint a Jézus, neki mentem a falnak. Ez volt a trükk. Ja. Igen, de hogy ti is tudtok bármikor ezért csinálni, azt mondom, ja, útvon alatt bármikor tudtok, azt meghirdetitek, vagy nem tudom, írjátok Twitterre, hogy racse. Hát 80 húrics amúgy. Én nem bírom ezeket az autóversenyeket, mindig hányok. Igen. Beért mindenki? Ki hanyadik lett? Én nem tudom, szerintem utolsó. Harmadik. Top 10 első. Valaki, hogy még mindig... Most valaki, most ér be? Ezzel neki mentünk a falnak, utána valami NPC. Most értél be? Nem. Ja? Ja, jó. Ja, mert hogy még minden nem zárult igazából. Nem meghaltak szerintem. Meghaltak? Szerintem igen. Hát igen, egy pár holttestet találtunk. Lehet, azt üldözik a rendőrök amúgy. Hurics, nem hagyd mennél felszedni a megsérülteket. Hát azt csináltuk. Írtak egy reportot, ledarált Hurics. Az... Ez aljas rágalom. Az... Oh, megvett és eltárolt kocsa, nincs a garázsban. Nem tudok arra lőni. Ledarált egy... Várj, mindjárt jövök. Hol vagy? Elrakjuk egy garázsba ezt megnézzük, ott lesz, mert most elvileg valakinek nem rakta, nincs ott a kocsi, ahol elrakta. Most ez a racsi és izé még ott kint lesz egy 3 percig, amíg le nem záródik a futam, de... Ugye, hát vagy az vagy, akkor záródik le a futam, amikor mindenki beért, vagy amikor vége a 5 perces timernek, mert... Ja. Most, meg elvileg meg kéne jelenjen, itt napot is van. Kívánok. Minden tisztelet. Nekem jó amúgy. Várjál, menjünk ki arra... Várjál, hova? 151-re. 151-re, go! Ja, hogy te vagy az! Én vagyok. No, hello. Ja, na, mi történt? Messzire mentünk amúgy. Pontosítottam meg amúgy. Ja, vettem egy kocsát, itt leraktam, aztán nem volt, nem nagyon tudtam elővenni. Te, ide jött és altan leraktad? Aha, jaj. És nem jelenik meg ebbe? Aha. És telefonban, ha megnézed a járműveimnél, kiadja? Ott benne van, igen. És azt írja, hogy itt van. Uh-huh. És itt meg nincs itt. Jaj. Mondjuk az gond. Beírod bugokba? Aha, be, persze. Remek. Nem tudom, miért lehet. Benne van, igen, no-name nincs a névem. Gyere, ízik, elviszlek egy körre. Hányan vannak fenn? Nem tudom. 30-40 körül. Most csak tesztelget mindenki. Nézzek egy a dolgokat.
Meg a 120-ra. Bejönni. Halló? Halló? Nem tudom én ide, be vagyok ragadva. Tankoltad, nyomj egy X-et. Delt? X-del? Valamelyik a kettő közül? Nem. Spontán elfetó szállj be! Az X-el amúgy az a leveg pont jó kéne legyen, várja. Megöllek, aztán megnézik, hogy jó-e. Jó. Hopp. Vagy most? Még mindig oda vagy ragadva? Még mindig ide vagyok ragadva. Reconnect lesz, hogy... Hát most van egy ötletem, várjál. Ide bringelek, és próbálj meg újra ráinteraktálni a benzinkútra. Onnan rá tudsz. Próbálj meg megint felvenni a pisztolyt. Igen. Megint tankolni a kocsit. Bringelj oda. Légy szíves. Nem látok rá kocsira. Most? Még mindig nem hozzá elő. És is freezünk szerintem. Ja, de? Nem tudom, nem túl magasan mondjuk, hogy valami. Lehet. Várjál, hát az a baj. Na, Ikoli, ez miért történhetett? Mi történt? Beragadt, opá! Kijött! Ikoli idejött, és most... Mi? Na, most már jók vagyunk. Ja. Hát annyi elég, hogy tankolt, és beleragadt az animba. Nem tudod kiadni se, hogy hiába nyomott X-et. Ránézzünk még egyszer, igazából csak próbálni akartam a tankolást. Próbáld ki, meg az előbb egy srác berakta a kocsiját, és ki is írta a teló, hogy ott van a kocsija, de viszont nem bírta kivenni a kocsiját a garázsból. Letesztelte nekem, jó volt, de hogy neki valami nem volt jó. Aha, és most ott alul látom is az indikátort. Tele. Eddig nem láttad? Eddig nem láttam. Még ez érdekes. Fura. Egy pillanatot láttam, de azt nem láttam, hogy elkezdte számolni. Jó, elvileg most már meg van tankolva. Akkor fasza. Nyomod. Köszönöm, csecse. Nézd meg Ikor itt, gyere velem. Itt az úriembernek nem jó. És Elég. Tudsz mondani egy Discord nevet? Aha, szörül, igen. Hát én meg kocsia, hol? Ízik el az autótokkal a sarokba. Vagy boltrablás, hát ha most már az a vagy, nem tudom, hogy megy a rablás. Tuningoló előtt autókernél. Csatlakozok én is, Getz. Nem mellem maradjak. Csatlakoztam? Jaj. Bocsánat. Egy rablás? Ez bizony az. Ezeket fel, tarkókat zsebre. Nem bírok csatlakozni? Miért nem bírok csatlakozni? $1000? Állj ki a kocsiból! Én? Ti tudtok csatlakozni az izében, hogy? A racsébe, amit itt $1000 megkérdettek? Igen, lehet azért is annyi, de van annyim. Ja, nincs, dehogy ne van, 22 000. Skápiba kell lenni, vagy? Nem tudom én se, hogy őszinteleg. Ja, el is tűnt, valaki ki is törölte. Darkwebben kell csatlakozni? Ja. Lehet tester rangot kapni? Hát nyerni lehetett csak sajnos. Küldik össze valaki rivál, persze. Tárgyalás közés közel előttek, őt is felszedjük. Meg kell nézni, tudunk-e baltot rabalni amúgy, mert... De lehet, hogy tudunk. Kurvára nem, nincs egy rendőr amúgy. Nem ad be egyet se. Hogy megy most? Házrablás megy. Erre a házrablásra kimegyünk. Nem tudom, hogy csomó ember vagy, nem tudom. Lehet, hogy a parkrangereseket nem látom. Valami nem látok még pár rendőrautót a térképen. Az az észrevételem. Elmegyek afkolni rendőrként? Nem tudom, mert ugye egy rablás végig mehet, meg nem tudom, hogy az ilyen házrablás, az meg ilyenekhez nem tudom mennyi kell. Ugye, és ugye úgy számolja a rendőröket, hogy sok kell az, hogy több rablás menjen egyszerre. De lehet, hogy ezek meg a számát majd lejjebb kell vegyük, vagy valami. Ezt az előbb jött velünk versenyezni Rizza, hogy ne. Már nem jött végül amúgy, azt hiszem. Nem fér be, de jött volna. Nagyon komoly. Ó, valaki nappal csinál, de jó. Majdnem megvakultam. Let's go. Hogy tetszik eddig a Szeró chat, így teszt alapján most azért jóval több dolgok mutatunk, mint eddig. Nyilván van még egy csomó bug, amit ki kell javítanunk. Áborító. Tudom, hogy kérdezte egy párszor, de... Rendőrautó az...
Hol van? Vagy itt, amúgy itt volt egy, de az dispawnolt volna, és már itt. Hát ez a GPS-szel még vannak bajok amúgy, fene se tudja. Miért nem fogsz tudni játszani, Mark? Most még várósabb, örülök neki? Ennyivel még javítgatom, meg dolgozom. Resi előtt hagytad itt a kocsit? Meg akkor meg főleg nem kéne ott lenni, ha resi előtt hagytad ott amúgy. Tényleg amúgy MDT-ben mi a pálya? Csuri, te ezt őrmester? Úristen, mennyi ember van most már itt. Jó ég, ugye most az összes emberben van, aki felépett a szeróra. Ha van egy pár... Cobra Kai? Hát varjunk rá valami bűncselekményt, nem? Mit szóltak? Gyilkosság? Tessék. Ha kell hozzá ízé, dátum is, ne várjatok. Mikor követte el ezt a gyilkosságot? 2022. július 5-én, 10 óra 26 reggel. Így van. És súlyos sérüléseket. Itt is dudálok még mindig. Persze, Avri, szavasz. Sérüléseket ejtett egy... Há, kurva duda! Jó, ezt be is írom. Hogy laptopon gépelés közben le kell tiltani a dudát. Kurva duda. Ejtett egy civilen, aki később elhalálozott. Itt is van. Cobra Kai-nak annyi. Jaj, bocsánat. Előbb gyilkod, mint hogy megszereted, mekkorát menne meg is. Horri, itt vagy-e még? Szia, ne haragudj. Hogy nézel ki? Neked is jelez itt egy térképet, térképen egy izét, rendőrautót. Itt van valahol lerakva. De volt itt, igen, itt volt egy, de most nem látom. Ja. Lehet kidévéztük, és azért van még ott, vagy nem tudom. Ez lehetséges, de volt itt, mert itt hagytuk, arra emlékszem. Tudom, hogy lehet mi dévéztük pont. Azt nem emlékszem. Azt hiszem, volt. Kitől kapjátok a fizetést a szeró miatt? Tessék? Tessék? Mi? Én kitől kapok fizetést? Ja. Ja, itt kellett volna legyen. Sok a PD-n belül voltak még bajok amúgy? Nem nagyon találtunk. És az ilyen, kipróbáltatok az itemeket és az ilyen bója meg ilyenek, hogy kitörlik az NPC-ket? Nézegettétek? Nézegettük, azok úgy normálisan működtek. Mondjuk én a bóját nem tudtam használni. Szóval szenvedtem. És az akadály? Az akadály, azok jól normálisan működtek. És jól nézek csak, ki? Csak kurva nehezek ugye aztán így. Jaj, hát kocsiba kell rakni csomiba. Amúgy így fog kinézni így szerintem. Kurva jó. Elég undorító vagy, de mint egy cáp. Tényleg olyan. De jó lesz ennek. Na jó, lőtt ki nekem ezt az NPC-t, Téci, hogy lopjam el a kocsiját. Nem, nincs ammum. Mi? Nekem van amúgy. Már én is ki tudom lőni. Elmegy a házra, Bloom. Haló? Hát ő üldözt. Ez veled. Jó, bocsánat. Ne haragudjon. Elment a házra, Bloom. Ja, és ugye autókat feltörni meg úgy lehet, hogyha nyilván megy egy autó, vagy meg van állva, akkor kilövöd, aztán, vagy nyilván én... Szögezzük le, hogy éles szerón én nagyon-nagyon-nagyon nem fogom preferálni, hogy NPC-ket lövöldeznek az emberek. Mert az NPC-ket én szeretném, hogyha úgy lennének kezelve, mintha rendes playerek lennek nyilván, de tökre unrealisztikussá teszi az egészet, vagy tökre szarrá teszi az egészet, ha az emberek random NPC-ket lövöldeznek, mert hogy haha, vicces. Úgyhogy nagyon-nagyon nem fogjuk preferálni, hogyha valaki NPC-ket lövöldöz, izé poénból, meg ilyenek. Most nyilván tesztelünk, meg ilyenek. De meg nyilván fel tudod törni a kocsit, miután lövök egy autót. Igen, tehát igen. Pontos erre gondolok. Feltörjük a kis kocsit. Aztán el tudjuk vinni. Kettő minigémen kell átmenni igazából. Bár néhánynak zárva van az ajtaja, amikor kilövöd, néhánynak nincs egyébként valami, csak egy minigémen kell. Úgyhogy, ja. Hero. Igen, még nem láttam, hogy nem lehet NPC-ket túlsznak ejteni. Igazából a túlszos dolog is úgy lesz, hogy ilyen rablás lesz, nem akarjuk azt, hogy mindenhova 50 ember legyen víve túlsznak. Annyi a lényeg, hogy egy túlsz és ki tudj rabolni egy boltot, vagy kettővel egy bankot, érted? Nekem millió hozzá. Na. Köszönöm szépen, hölgyem. Traktor milyen? Megnézzük mindjárt. Rapp, ez most a gyorsabb, mert ugye a külső zár az mindegyiken ugyanolyan. A belső zár meg azon múlik, hogy a kategória milyen. Elnézést. Igen. 13-as ID-t szedd már fel. Jó.
Hülye dokidus, te írni. Menjünk, feltörök egy traktort. Miért kér elnézést, uram, bocsánat, az a... Most ott hozzá, a... oda, valaki van, egy... Jó napot kívánok! Tegye le azt a monitort! Fuck you! Na. Akciónak mennyi tagja lehet? Hát figyelj, 20. 20 alapvetően, de... Be vagyok még nyomva valamelyikre? Nem nagyon. 20 alapvetően, de egy chapternek pedig 5 és 4 darab chapter lehet. Egy frakcióban. És a chapterokra bal, vagy nem most egy chapter... Jajajaj! Igen, ez olyan, hogyha valaki befejezi ezt a jobot, reszett, meg kéne ezeket az NPC-ket innen tisztítani, vagy valami ilyes. Ezt be is írom valahogy így, hogy... Hogyha... Ha egy... Champions jobnak vége, akkor az... Champions jobnak vége... Nem tudom, hogy kéne... Champions job... Sikertelensége, nem tudom, hogy kéne ezt megfogalmazni. Sikertelen a Champions job, akkor is törölje az NPC-ket. Mi a... Most szét... Most az NPC-k lőnek rám. Akik valaki jobjával itt maradtak. A köcsög. Ja, amúgy nagyon sok az NPC, azt láttam, hogy már páran írtátok, hogy nem tetszik, hogy ilyen sok NPC, nekem nem tudom, én nagyon odáig vagyok, ennyi NPC van. Nagyon kurva, hogy egyes, hogy lassítja a forgalmat, lassítja az életet, és szerintem aztán lelassítja az RP-t, ami csak jó amúgy, és viccen kívül, mert kurva sokat ad hozzá szerintem. Szerintem csak hozzáad amúgy. És az a vicc, hogy nekem, én nagyon-nagyon attól féltem, hogy ez a nagyon sok NPC, ugye nagyon nagy FPS problémákat okoz majd. Viszont én nem tudom, de én most fenn vagyok egy jó, nem tudom, hát hogy mióta megy a teszt, szóval 3 órája, 4 órája fenn vagyok a Szerón is. Szerintem még 60 FPS-at nem voltam sehol semmilyen körülmények között, úgyhogy szerintem is soki amúgy. Úgyhogy kurva, úgyhogy még streamelek is mellé, ami még egy 30-40 FPS simán levesz. Szóval nagyon jó. Hova megyek amúgy most? Ja, a traktort feltörni, amit szerintem, hát itt ki kell mennünk jobbra. Ruhaboltot, opá, ruhaboltot, tetkós, meg ilyeneket nem mutattam amúgy. És hát a 70 FPS-a, na fassa, szevasz kodalul. Mi a pálya? Kiesek az autóból és meghalok. Hú, házrablására logolni, nagy hiba. Igen, csak pont ez, hogy igazából ha kevés player van fönn éppen akkor is úgy tűnik, mint egy kurva nagy élet lenne. Szóval gyakorlatilag mindig van valami. Meg hát így is, hogy nem tudom, 40-en, 50-en tesztelgettük, az folyamat találkoztunk emberekkel. Itt van a traktor. Nem, vissza van a traktor. Hol lehet traktort lopni itt mögöttem? Szevasz, Kassi! Menekülés is sokkal egyszerűbb, mikor... Ja, szerintem is meneküléssel lehet, hogy legtöbbet dob rajta amúgy. Szerintem is meneküléssel iszonyat jó. Meg alapvetően is. Menekülésnél is igazából minden. Csak plusz szerintem amúgy. Itt a traktor, itt mindig szokott lenni traktor. Megint van. Ennek a feltörése, ha jól emlékszem, nem egyszerű. Szét van modalva és 2 FPS-e volt kevesebb, mint mikor... Na, az kurva jó rizza. Feltörnéd még ma? Igen, ez könnyű, nyilván ez mindegyiknek könnyű. Viszont majd beülök. Na az, hú, na, az kemény lesz amúgy. Hát szerintem is, úgyhogy de amúgy sokan pár bugot találtam, kb. 2 órát voltam fent, az idő alatt teljesítmény romlással nem találkoztam. Na, ez kurva jó. Örök Gábor. Ja, meg abban, hogy azért vannak bugok nyilván, de azért úgy egész jó, nyilván sok meg lett találva, hála Istennek, hogy sok meg lett találva amúgy. Autóverseny engem sem engedett csatlakozni, hogy most így nézem. Ja, meg lehet jelentkezni továbbra is, felkértőjel Galaxy, fel tudok jönni DC-nkre, illetve ezen kívül pedig a weboldal a galaxyrp.hu-n szintén ott lehet jelentkezni igazából. Na, nézzük meg, feltörtem, szóval csak le voltam altabalva. Most ha jól emlékszem, ez kemény. Aha. Ez keményebb volt ennél, de most már feltörhető, de nem egyszerű. Kurva traktor. Egy traktorverseny kéne. Fáj a torkom amúgy, mert megint annyit beszélek, lehet a klíma miatt is.
Ja, még egy rablást amúgy meg akarok nézni. Nagyon. De az, hogy szerintem vagy rendőr nincs, vagy valami nem jó. Egyik rablás sem elérhető, úgyhogy... Vagy szét lettek rabolva, vagy tényleg nincs egy rendőr, úgyhogy... Drogfutárt még nem mutattam amúgy. Azt nem is néztük. Jó, mondjuk az a drogfutár az a legegyszerűbb vízi a világon, tehát csak mész A-ból B-be és viszel cuccokat A-ból B-be, szóval. De ide amúgy mindegyiknél le van írva feladat, hogy melyiknél mit kell csinálni, hogyha esetleg valaki tanácstalan, mindegyiknél oda van írva, hogy mit csinálsz, hova mész, mit kell ott csinálnod, stb. Úgyhogy, ja. Szerintem még baltraválságnál is még a remélyikusnál kattintani, de ja. Ide is van csomó infóban mindenhova írva amúgy, csak ja, el kell olvasni őket. És nyilván nem úgy, most a pénzmosás tulajdonképpen úgy működik amúgy, hogy tegyük fel, most látjátok, olyan 16 000 Galaxy coinom. Ugye, tehát átváltani ezt egy per egybe váltasz át, szóval most én meg akarnék venni Galaxy coint, akkor 20 000-ért tudnék venni 20 000 Galaxy coint, azt most nem is tudom tenni, és akkor lesz 36 000 Galaxy coinom. De hogyha átváltasz, azaz, hogyha mondjuk illegális fizető eszköz szeretnél dollárra váltani, akkor van egy egész nagy százalék, amit levált, ugyanis például itt a 36 400-amból több mint 10 000 lejön, és csak 25 400-at kapunk vissza, úgyhogy nyilván így oldottuk meg azt, hogy sokat rabolnak is az emberek, menjen ki a pénz az euróról folyamat, úgyhogy ja. Úgyhogy most ez a report itt meg lett oldva amúgy? Nem tudom. Tessék? Halló? Pont őt néztem. Megoldottátok a... Már nincs baj? Aha. Akkor fasza. Nagyon jó. Hello, hello. 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 Hogy beült a kocsiukba, hogy kurva ijesztő, nem? Erre senki se számít, mert betépéz a kocsiukba az izé, ugye? A TP. Gyakorlatilag beülök, megéljük. Ki akar traktor lapni. Csát, bármi kérdés esetleg? PD leak lesz-e ma? Mi, micsoda? Mit leakelik a PD-ről? Ha valami bővebbre gondolsz, izza nem. Max a scriptek vannak. Itt már egyébként fel is írtunk egy gyilkosságot Cobra Kai-nak egyébként. Fekete kacsára is fel lett írva, hogy illegális hajszín, ahogy látom. Körülött személy is lett fekete kacsa. Hát fordíthat, lefotózza, nincs ezzel gond. Ugye már tudunk itt járműveket keresni, itt most rengeteg autó van, amik most a playerek megvettek maguknak, az mindben van itt, mind. Fú, rengeteg. És ha rányomunk, akkor látjuk is, hogy ez Barbecue Bob kocsia. Még szerintem a kocsik fele amúgy az övé, mert van vagy 50 autója, mondjuk szerintem. Tulajdonos Trabi. Reméljük legaljára, itt mondjuk Eddie Smithnek is itt egy kocsia. Látjuk itt mindenkire a dolgokat. De én nem, de nem szabad ilyeneket bízni amúgy. Taxit még meg sem mutatta, megmutatom. Felveszünk egy taxi javacsat. Annyira meg, hogy taxi, megnyílik a dispatcher, és most ha tegyük fel, én taxis lennék. Bocsánat, de taxis vagyok ugye, és most rossz helyre jövök. És jön egy üzenet a taxisoknak, mondjuk, hogy csá, kéne egy fuvar. Elküldöm, akkor ez itt megjelenik a taxisoknak. És akkor gyakorlatilag ott a telefonszámon fel tudnak hívni, hogy mi a fasz van, ott a szöveg, meg ott van, hogy hova kell menni. És hogyha én taxis vagyok, jaj, mit csinálok? Sorry, összeiszedj magad a gombokat, nincs ezzel gond. Szóval nyomodom az insertet, és benyom magam erre, akkor látjátok is, hogy 110-es ID az ott én, az megy a fuvarra, és akkor most ki is adja, hogy a fuvar az itt van a minimapomon. És így ki tudunk menni a taxis izére. Úgyhogy a PDF-edet megmutathatom amúgy most már. Vagy nem mutathatnám meg. Leadom a taxist. Jaj, már leadtam egyszer is. Jaj, jó, csak egy enter kell. Megyünk. 153-asra. Nem, hogy üdvet, senki vagyok. Szeretnék valaki lenni, Trabi, azt írta, az is maradsz. Egyetértek. Viszlát. Na, menjünk PD épülethez. Taxis autó van, hát csak a sima taxis, ami alapból GTA-ban is megtalálható. Igazából, megmutathatom, de mondjuk ez sima taxi. Itt hogy lehet megnézni? Nullás amúgy. Ez itt a PD.
Wow. Ez itt a PD. Itt be tudunk jönni. Ki tudunk váltani fegyverengen egy szemét és jogosítványt. Kiváltak amúgy. Mindegy, hát ezt a kettőt kiváltak. Hello! Jó napot! Ki hellózik? Jó, akkor viszont amíg nem jön a kanadai konzulátusról valaki, meg sem szólalok. Hogyha önök szerint már kanadai vagyok. Akkor nemzetközi már problémába fogunk üdvözlni. Jó, jó, köszönöm szépen. A konzulát, jó, megjöttem. Meghoztam az embert a kanadai konzulátusról. Itt van a kanadai úri ember, aki nem szeretne ön nélkül beszélni. Itt ment. Meghoztuk itt a kanadai konzulátus embert. Fontos kérdés, hogy én vagyok a kanadai, vagy ő? Egyikünk sem, csak a törvény őrei nem tudják, hogy mi az, hogy állampolgárság. Kanadai és a kanadai konzulátus. Ja, költözött Kanadába, úgyhogy kanadai. Nem költöztem, és egyben reportál, hogyha megölik? Esek? Lényegtel ez egy technikai kérdés volt. Mivel vádolják az urat? Kanadába akar költözni. Hogy micsoda? Kanadába akar költözni. Ja, és ezért letartóztatták? Igen, persze. Igen, ezért behoztak, mert Kanadába akarok költözni. Nem, köszönöm szépen, magát köszönöm is lecsukjuk. Azt nem hiszem. De. Látja mi? Látja ilyenek? Ezt kérem szépen, ez itt a rendőrség. Biztos, hogy bárkit le... Azért le... Most bocsánatot kér, és akkor egybe bebizonyosodik, hogy ő kanadai, ha bocsánatot kér. Jó. Bocsánat. Látják kanadai? Csak a kanadai kérem a bocsánatot. Ne tegyél rá bilincset, tegyél rá bilincset. Látja? Látja konzul úr? Látja? Ennyit, ennyi, ennyi. Ez Amerika. Ez Amerika, kérem szépen. Az ember... Várjál, menjenek ki egy kicsit a szobába, hagyj beszéljünk el a védett ember egy pár szót. Ez meg a másik, igen. Hagyjuk el, hagyják el a épületet. Figyelj itt az ajtónál, jó? Jó, jó. Azt tudjuk tenni, konzul úr, hogy ezt a szobát, meg ezt az egész, meg erre az egész rendőrségre, azt mondjuk, hogy ez kanadai fennhatóság alatt van innen, hogy ez már Kanada, úgyhogy ha átlépik a határt, akkor előtte szerezniük kell vízumot. Jó, jó, ez itt Kanada, nem jöhetnek be! Így is van, úgyhogy most hát ezt deklaráltuk, hogy ez itt kanadai felségterület, úgyhogy csak és kizárólag vízummal jöhetnek be, vagy különben itt helyben agyon kell lőni önöket. Mert nem ismerem ezeket a szavakat, hogy dekladár meg vízum, úgyhogy... Egy bilincskulcsal engedjék el, légy szíves. Természetesen, ez itt kanadai fennhatóság. Sovaróla papír. Elnézést, uram. Ez nem kell. Ez, hogy hol van róla papír. Van papírom, megmutatom. Ki fog, kitől kér ön papírt, hogy ez az ország, ez egy ország van? Valaki, aki megmondja önnek, hogy ez egy ország. Mi Kanada fővárosa? Ottava. Ottava. Érdekes. Hát, kanadaiak. Azt hiszem ez alul írott, én sajnos, hogy ők kanadaiak. Nagy kanadai. Látok az árulat, hogy milyen poros volt az a ház. 12. Kanadában. Kanadaiak, nem mindig poros a ház. Mi a nevem? Suri, tesz ez. Zárom ezt az ajtót. Aki nem tudom, mikor szertett, mondjuk 1983. 0330. Ilyen Amerika. Kanada. Visszamegyek, lelövöm őket. Gyere egy cigire. Megvan a papír! Itt a papír! Nézzük meg inkább azt a sárkányt. Kanada. Rágyújtani. Megvan a papír! Persze, van nálam cucc, mindig van nálam cucc. Milyen bogyót kérsz? A raktárat, ugye? Persze. Szia, uram! A papír? Milyen papír? Kanada állam alapításáról. Az a baj, hogy mibe vagyok állva, vagy már nem tudom, miről van szó. Szavaival jobban bizonyította. Itt odaadom. Nézze meg, nyugodtan. Olvass át, alaposan. Fel is olvashatja hangosan. Nyugodtan. Biztos venni fog ez, kollega? Alul. Pedig egyébként itt dolgozom, egyébként csak megemlíteni, hogy rendőrautóm van. A Kanada. Mi? I nagy. Nem tudok olvasni. A papír. Tudom meg, mi benned van két jó kokai, vagy nem. Hát hol lesznek kezelve? Hát a szerveren, igen. Hát tényleg. Tessék, odaadom, de nem vesz észre. Ő is elolvashatja nyugodtan. Fel kell vennem egy napszöveget, nem gondolják, hogy kiemelni a szemem. Amúgy nagyon jól játszod a kanadait, esküsz, nem tudom, hogy tudtál bocsánatot kérni. Én nem tudnék. A csodás, csodás. Hát a szavak azok, hogy mindig erősebben bizonyították, úgyhogy... Ja, lenne gumibotom, szétverném. De elhagytam valahol. Akkor megegyeztünk? Megegyeztünk. Persze. Rendben, akkor lelépek a rendőrautómmal. Ajánlok egy nagy szemüveget önnek, uram. Ott megy a kanadai. A Explorer meg izé van egyelőre, meg balszik az is lesz. Meg most ezen még matrica sincs, de ja, rábírom rakni tuningolóba. De most nem fogom. Mi történik egy kanadaival, hogyha lelövöd?
kacsa lesz. Mi a fasz történik? Elmegyünk globalba, felveszünk egy dabszelget erre, mert... Józsias Pocs, minden ismerése mindenkinek, egy pici közésvel szervez, amit itt összeraktatok, az Magyarország nem sokan tudnak megtenni. Köszi szépen! Igyekszünk, igyekszünk, hidd el, igyekszünk. Igyekszünk. Remélhetőleg látszik az is, hogy benne van az időnk, és nem csak elbasztuk a maradék elmúlt 8 hónapot a semmire, vagy sok hónapot. Remélem azért ez tükröződik a dolgokon. Nyilván azért megy az idő rendesen, úgyhogy nem egyszerű, de ja, na nézzük. Várjál, itt a végén vannak kurva jók. Ah! Mondjuk. Hú. Jaci, hogy néz ki? Valami ízé szemüvegkel. Az a baj, nem elrontja a szemüveg. Jó lesz ez szerintem, megvesszük. Még egy láncot baszunk, valami fuxot. Végén vannak amúgy, addonos láncok vannak már vajon? Aha, ó, azt nézd. Nagyon én vagyok. Nagyon én vagyok. Megvesszük. Elmentjük amúgy. Annyiak, hogy ugye meg kell venned, és aztán itt kell elmented a ruhatárba. Miért, hogy asset, mondjuk. Elmentem, és akkor itt felbírom venni. Bármikor tudom törölni, tudom szerkeszteni, átnevezni, stb. Nyilvánvaló, kész. És mentek, igen. És most bármikor fel tudom majd venni. Adarom a baltot, tehát én mindent adok, nekem én nagyon meg vagyok elégedve itt a dolgokkal. Nyilván kurva sok idő volt, de én nagyon meg vagyok elégedve mindennel amúgy. Motelt még nem mutattam. Van mindenkinek egy alap motele. Ez gyakorlatilag úgy működik, hogy csak te tudsz bemenni a sajátodba direkt. Mert hát azt szerettük volna, hogyha mindenkinek van egy alaptárolója. Kimaradt a PD bemutatása? Ez jogos. Dread Hunger már nem is lesz, hát az nem hiszem. Kurva jó ez a kocsi amúgy. Jó hangja van amúgy. Jaj, hát ilyen easy-re lépett, ezt nem afkolnak amúgy. Hát én már valamit mutat a többieknek amúgy, de... Szerintem fenn van Szerón is amúgy. Mi volt az ID61? Nem, nincs fenn Szerón. De... Szerintem csinálnak valamit mindig dob... Valószínűleg egész napos tesz fog menni, hogy... hibákat keresünk és hibákat javítunk, szóval... ja. Azt a mindenit. Hát én csinált, talált egy másik jó karaktert. Nagyon szép, ugye, nekünk ugye látjuk, hogy mindenkinek, hogy, ki, hogy kinek hogy néz ki a karaktere. Tehát ez is egy gyönyörűség mondjuk azért, csak megmutatnám, tehát komoly karakterek készülnek egyébként. Online lesz a Zero végig most már, most lehet fel lenni, lehet csinálni mindent. Aztán mi javítgatunk folyamat, hát nyilván mivel a run folyamat javít, meg Ikoli is, ezért érted, mondjuk amikor éjszaka meg ilyenek, mikor csinálják, akkor valószínűleg lesznek restartok, meg Zero újraind, opá. Laggoltam egy picit, sorry. Visszaállt a Balázs, ez mindig szar. Faszom fájban. És, ja, szóval biztos leszek restartok, meg ilyenek. Ruben nem tesztel, nem tesztel Ruben. Válaszolok a százt, apá. Ja, nem adtam választ, persze. Ah, nem, Bence nem tesztel. Bence, ha jöjjön fel az éresre, az is elég, meg utaz az elmes kocsikat. Amúgy már láttuk, ugyanez az elmes kocsi, de várja, hol a tuning. Ugye van ez a PD-s kocsi, ami alapvetően az elmes is ugyanez, csak más a matrica rajta. De van egy ilyen elmeses kocsi, meg van az a nagy dobozos cucc. Hopp, üdvözlet. De egyébként... Kurva sziréna. Külső tuningok. Matricák. És ugye ez a rendőr szín, motelt mindjárt megmutatom. Sheriff, Park Ranger és elmes. Szóval ez itt az elmes, meg is veszem, tudod mit? És ezzel fogunk, így fogjuk beretni. Itt a motel is egy köpéssel, felmegyünk oda is. Nem az Pitt amúgy, nem is hol van Pitt? Ja, ott van. Hello Pitt, mi a helyzet öreg? Én kifáradtam mai napban, hogy azt kell, hogy mondjam. Két órát teszteltem még stream előtt. Még most már 3 óra megy a stream, 5 óra meg szerintem a Szerón. Megfáradtam, hogy azt kell mondjam, megfáradtam. Ja, be tudunk jönni a motelhez, ugye ez mindenkinek van. Mindenkinek is alap, mindenkinek ugyanúgy néz ki, semmi extra igazából. Be tudsz jönni, igazából van itt egy kis helyed, stb. Van egy tárolód,
ahova be tudsz rakni bármit. Most nincs benne semmi, de hogy berakok ide egy faszos, hogy a lövedékállót, meg nem tudom, berakok dolgokat, aztán itt lesznek. Aztán ez itt marad, meg van egy öltöző egyébként. Ahol fel tudom venni a ruhámat, ami igazából fel van véve, szóval nem tudok sok mindent csinálni, de ja. Aztán igazából ennyi a kidévézett autókat honnan tudod lekérni? Hát hogyha törlődik egy kocsid, na várjál, megmutatom nektek. Van ugye ez a publikum, azt hiszem itt volt a kocsim. Szóval ugye, ha elhagytál egy kocsit, akkor akkor így pirossal jelzi a garázsba, és itt rá tudsz nyomni, és $100-ért kibírod váltani az elhagyott kocsidat, és gyakorlatilag így működik a lefoglaltak. Szóval nincs külön lefoglaltak, de ja, ezt a rendőrök tudják razziázni. Hát ilyen esetben nem menne, senki nem tud belemenni, de ja, igazából egy tároló, és amúgy sem, én nem tudom, ezek a motor razziázások amúgy sem voltak olyan izék. Mert valakinek frakció, amely ilyenek razziázzák meg ilyenek, de tényleg csak egy kis söves motele van, azt szerintem még hagyják békén a rendőrök. Valószínűleg lesznek szilaba, ha. Lássunk valami akciót inkább, hát mert én már végigmutattam mindent ma Anna, úgyhogy rabolni meg nem tudom, ezért nincs elég rendőr, vagy nem tudom mi miatt, de és arról nem fogom basztatni, mert van elég dolga szerintem, úgyhogy igen. De lehet, csináltunk még egy izéjobot amúgy. Nem dobtam ki a laptopom. Csináltunk még egy egyedül egy csempészjobot amúgy, az nem egyszerű, úgyhogy ezt megnézhetjük. 9 kilométerre, ha mondjuk jó, leautózzuk, tudjátok mint leautózzuk. Milyen a börtön? Megmutatom. Ez még elég kemény. Hogyha a faszomban néz ki. Hát mekkora orra van, amúgy jó ég. És bebörtönzés. Beírom, hogy mondjuk megölt valakit a köcsög. Beírom, hogy 5 perc. Azt, hogy kibírom azt, hogy PD-be rakom sheriffségbe, vagy Park Ranger. Most berakom magam Park Rangerbe. Bebörtönzöm. És itt vagyok a Park Rangeröknél. Nem bírok kimenni. Nem bírok semmit csinálni, és itt vagyok a börtönbe. Nyilvánvalóan le is lehet venni amúgy. Mennyi percet adtam magamnak? Mit írtam be? Ezt nem figyeltem. 5 percet írtam be? Na, ezeket annyit nem akarok levárni. Kiengedés. Ja, igen, kiengedés itt. Megnyom ezt. Ha engedi megnyomni, persze. Nem biztos engedi megnyomni. Nem bírom kiengedni magam. Nem tudom. 5 perc, ez sok, ezt nem... Amikor lejel, csak kisétálsz. Ja, igen, tehát hogyha... Igen, tehát, ja, jó, bocsánat, működik, fogyatékosok. Szóval, ha kiengednek, akkor csak kibírsz sétálni. Most bebörtönzem magam újra, hogy megmutassam. Azt, igen, egy perc. Most a sheriff egybe akkor. Bebörtönzem magam, ugye? Itt vagyok. Hogyha lejárom úgy, akkor nem csak kisétálsz, ugye vannak zárak a rendvédelmi dolgokon, hanem kidob elé, a PD elé. Mert igen, az kicsit fura lenne, ki kéne sétálod, mert beragadsz, ami bezárt, hogy a scoreboard van a szerón, mi kiírja, hogy mennyi mentős, hogy ilyenek online, nem is lesz. És nyilván most kiengedem magam, akkor meg ha minden igaz, kibírok sétálni, ja. Szóval, ja, kurva jó. Kiengedés meg így működik. Nyilván messziről is ki tudnak. Onnan tudni, hogy meddig vagy bent, hát neked nem írja igazából, különösebben. Szóval a rendőrök elmondják, azt úgy tud nézni. Mennyi killed van a scoreboard? Az elmúgy, még elvállaltam ezt a jobot, meg kéne menni. Azzal, hogy nem fogom tudni lelőni őket egyedül szerintem. Vagy gold módba, de... Bocsánat. Scoreboard. Igen, nem, hogy ezt nem olyan se lesz, hogy kiírja mennyi rendőr megmentés van online, mert... Nem, tehát... Ez egy IC dolog. Full IC dolog, úgyhogy ja, nem lesz az se. Fáj a torka, mint az állat amúgy. Elszoktam ettől a sok beszédtől, vagy nem tudom. Hogy vagyok még mindig taknyos, ez egy év kérdése egyébként. Jó, lőjük le őket, csinált, figyeljetek, e-sportolok. Az, hogy fél HP-m kezdek, úgyhogy annyira nem jó. Mi átugrik a kerítés? Ajja, baj van, negyed HP-m vagyok. Igen, egyedül ez nem annyira könnyű. Így reportot, Gábor. Vágod, még a hullám is szét, kúrják!
Nyugi, nyugi. Igen, szóval sokat sebeznek, nem egyszerű lenéket, szóval az, ez úgy kell, hogy valószínűleg nagyobb fegyverrel, többen, armorral, egyedül nagyon nehéz megcsinálni, sőt nem bírod. És itt a mentős nem nagyon fog felszedni, mert ugye a mentősnek még benne van a szabályzatukban, hogy csak akkor kell felszedni, hogyha úgy ítéli meg, hogy nem veszélyes helyen van. Megöltem? Sima, easy, nem, és kellett volna revive amúgy. Egyszerű. Hogyha adod ezt, fasza minden amúgy. Nyilván lettek bugok meg minden, most nem bírom felvenni. Ez már volt, ezt tudjuk ezt a bugot, de hogy miért nem amúgy szerintem. Amúgy már revive volt. Ja, mert revive volt magam, buta. Oh, hülye vagyok, tényleg ez már múlt. Szóval régebben is tudtok, miért lepődtem meg ma, hogy ez van? Ah, igen. Ja, szóval revive volt magad, hogy kivesz a jobbal. Gyakorlatilag tulajdonképpen, de ezt még meg kell csinálni, hogy ne legyen így. Bár, nem, mégis nem tudom. Mert igazából amúgy soha nem revivalódnál, mert a mentős nem ér ide felszedni, és amúgy meg nem tudsz revivalódni, szóval érdekes. Szevasz Tordas, üdv. Max HP-n kezdtél volna, akkor sima. Hát nem hiszem, mondjuk attól is függ, szerintem egy jó spot amúgy. 156, 158, 146, 161. Óvatosan amúgy, mert nem biztos, hogy fel lesz mindig admin amúgy egész nap. És nem tudom, szerintem csak én vagyok már amúgy. Narum fenn van még, de nem hiszem, hogy revivalgatni fog. Hát vannak fenn mentősök, amúgy Nikol is fenn van, Hurics is fenn van, mentős, Fari fenn van. Ki tud revivalni még? Na végig kukázna? Hát az, hogy pont nincs, nem lehet kukázni. Nincs sem lockpick. Meg szomorú. Autólopás megmutatott PLS. Nem tudom, hogy ott volt egy hiba amúgy, ami miatt nem volt jó, úgyhogy megnézhetjük amúgy, de nem lehet, hogy nem jó amúgy még mindig. Hát ettem egyet, meg ilyenek nekem is kéne amúgy rendelni valami kaját. De mit? De vajon mit kéne rendelni? Mit javasoltok, chat? Ó, ne, be fog zárni ez. Ó, nem jó. Nem lesznek fraki jobok? Ünnepi kaját? Hát azért majd akkor ünneplek, ha megnyílik a szeró. A beta teszte még nem ünneplek, még vannak hibák, úgyhogy érted? Ó, shit. Milyen kategória? Ez utility kategória, hogy ilyen kurva gyors, vagy mi van? Utility. Ja, igen, a utility azért ilyen gyors, hogy mert... Ugye abban a traktor, meg a dömper, meg az ilyenek, de mondjuk ez nem tudom milyen utility autó. Megnézhetünk egy izét amúgy. Egy mindig rossz gombokat nyomok. Egy autólopást. Hol van a kis piros kör? Közel. Hát oda elautózunk amúgy. Patkány húsos girosz. Milyen jó ötlet kínait. Életemben egyszer szeretem kínait, és oda rosszul voltam 3 napig, erre emlékszem. Úgyhogy az nincsenek jó emlékeim. Van itt amúgy egy cseten, aki teszter, és volt fönn ma sokat. Egy beta teszter. Szávé az fog, ide nem lehet szávét rendelni, ez fix. Belvárosban lehetett még, ahol laktam, de ja. Itt. Kérdés, FPS gondjaitok nem voltak? Nekem most kicsit droppalak amúgy, de... Egy-két óra soknak számít, ja. FPS-etek milyen volt egyébként? Ceron, sok NPC, nem befolyásolta. Jó volt, minden jó volt, minden fasza volt. Nincs elég rendőr a bankrablásokhoz. Azért nem lehet most, majd azt lehet le kéne venni, vagy nem tudom. Arról nem majd beszélek én is, csak most még úgy fej a torkom, mint a bűn. Lenyűgöző volt, örülök neki. Meglepően jó volt, így 16, ja jó. A modok mellett főleg jó. Arunnal beszéljét meg. Amúgy, ja, lehet azt kéne. Hogy agyra bajanak bankot az emberek nyugodtan. Csak azért is volt bennem úgy easy, mert ugye azt is kell tesztelni, hogy működik egyáltalán a számláló. Szóval, ja. Összesen ilyen 105 ember tud feljönni a szeróra, szóval... Ja, és egy rablás az meg 50 dörken minimum.
Jó sok rendőr kell majd élesen is amúgy. Vagy lehet a rendőr létszámot kell majd levenni. Mit keresünk? Egy sportkocsit, aminek 34-en végződik a rendszáma. Az lesz az, nem? Ó, tisztelnem kell. Ó, mégse? Nem tudom. Ez az? Ez egy sportkocsi? Nem, ez nem 34, az lesz ott. Ha, ez lesz. Igen, ezzel volt ma bajom, hogy ennek a feltörésével a... ...izében, amúgy alapvetően. Itt állt meg a jobb által mindig, hopp. Mindig itt kinyílt, aztán bezárult. Most biztos jön a képem rendesen, hogy... Ugye, ezzel még van baj. Háromra a rendőri egység lesz simán PD park. Így van, így van. Ja, vágom, elvágom. Ezt az embert, aki meghal a földön, fel tudod és be tudod dobni kocsiba és eltudni, akkor ez az hatalmas. Ezt szerintem kurva jó amúgy. Hát ez jó, mert nem kell mindig mentőse várni. Emlékszel azért, főleg amikor nagy lövöldözések vannak, meg ilyenek, akkor azért idő nagy részében sokat kellett várni mentőse, meg ez helyi mentősek is kell egy millió. Na nézzük, feltöltöm az árat. Most be tudok ülni. Ma már volt karában, úgy most ez jónak tűnik, de nincs feltörő eszközöm. Na hát az parádés. Hogy írják? Eszköz? Nem tudom. Mert kódfeltörő? Kódfeltörő eszköz? Jó, kaptam. Egyébként tesztelek, hát már megnéztük minden, most már csak az ilyen... Hát még egyszer pár dolga, ami bugos volt korábban. Ó, nagyon nem látom, hogy hol van. Kurvára nem látom. Nem, nagyon nem látom. Jobb, itt van valami. Azaz, hop, nézd! Oké, let's go! Ó, ne! Nincs meg! Megvan! 3 szek volt hátra, fú! PD, fuck you. Nem, de hogy kerül pályázásra a PD? Pont azt kérem még, hogy szeró indítása odaadjuk valami teljesen random embernek. És most 10 percig mozgásba kell maradnunk, hogy lerázzuk a rendőröket, de most ugye látjátok, a rendőröknek ki is adta, hogy itt bizony el lett lopva egy gépjármű. Úgyhogy most a rendőrök tudják, hogy egy zöld, ilyen rendszámú kocsit kell keresniük, és itt lett ellopva. Szóval közel vannak az egységek, még van esélyük arra, hogy utolérjenek, engem elkapjanak, de amúgy meg nyilván hát nehéz elkapni. És most 10 percig vezetnem kell, és utána bírom leadni. Ugye ne legyen kurva gyors. Anna valószínű, nem, őszintén most az adóanyagban sincsenek, úgyhogy fogalmas is, hogy működik. De nem, ha én nem lók ki amúgy maszkával, szerintem, hogy hát, most minnyire beugrunk egy izébe amúgy hadrászszalomba, mert nem tudom, hogy mi a fasz van. Amit ahogy benne kell adna a hajak. VPN-sz coint, hogy kell szerezni? Megveszed a Galaxy coin.net-en. Ott van a laptopban, az is át kell váltani a hiba dollárodat Galaxy coinbe. Oké, Mr. NPC. Nem tudom, hogy ebben vannak a hajak. Fari már csinálgatta, úgyhogy... Nem tudok kimenni. Ez egy boltrablás? Nem. Mi a fasz történik? Henniektől mi a véleményed? Hát a kocsiknak alaphendingei vannak a Victoriának. Mondjuk a Victoriára meg a PD-s Henniek nincsenek is feltöltve a legújabbak ide szerintem amúgy. Nézzétek meg, milyen, benn vannak az adonos hajok, nincsenek szerintem. De amúgy nincsen, ami átlóg rajta tudtommal. Úgyhogy, ja. Hogy fog működni a PD? Hogy Szilap, szerintem... Ja, kösz. Bármi mondjuk, lehetett volna több is igazából. Nyugodtan. Kurva jó a karakterem fél, mi ez a lövöldözés? Mi történik itt? Most így 10 percig kéne vezetnem ezt a kocsit, de most nagyon nincs kedvem 10 percig a kocsit vezetni amúgy, hogy őszinte legyek. Engerpartos csempés zsabda, hal a manóba kell pakolni. Szia. Hello? Igen? Hát itt átnéztük nem mindent, és itt nem jövünk rá, hogy mi van. Csak a nagy kokain izét nem találta, itt kellett volna legyen amúgy, itt valahol. Nem találtátok sehol? Nincs semmi. Nem revivaltátok magatokat az izé közben, ugye? Ja, akkor mindegy.
Igen, attól fogod be amúgy, hogy revive-ad magad. Ja, akkor mindegy. Úgyhogy ja, sajna. Így fire, oké. De ja, hogyha... Mindegy öreg fasz. Rakd be magad God Mode-ba, azt úgy lőd le őket far, és akkor ott lesz és feltölt majd menni a kövibe. Én nem olyat nem tudok. De per TX admin, és utána meg nyom rá a God Mode-ra. Ott van játékos mód, rányomsz egy God, és rányomsz egy Entert. Mit csinálok? RTX admin. Az azonosító nem egyezik a TX admin, a található admin azonosítókkal. Hát ez gond. Én még addon is tudom playereknek, szóval szerintem ilyet nem tudok csinálni. Ez lehet, nem tudom milyen admin van rajtad akkor. Mindegy, majd mondom a többieknek. Hát akkor mindegy. Köszi, csöcsök. Adok armort, hanem... Adatok armort, amúgy ez működik egyáltalán? Nem tudom, én előbb drogozni próbáltam, de az... Ez kéne működjen, pedig mondjuk azt leaddalni nem egyszerű, úgyhogy az nem fog működni. A leaddalni ezt így konkrét izé, eszé, úgyhogy... Amit az, hát igen, a 100%-os kokain. Kivittem, mi volt a nevecset? Lövedékálló. Mellény, ugye? Nem tudom, mi volt a pontos neve. 36-os idő volt arra, jól emlékezhetek? Kurvára nem. Nem tudom, mi a lehívója. Leírták meg kollégák, de most kurva nem működik. Meghalt a szerver? Ó. Oh. Ja? Ó. Oh. Lehet, hogy ez sokat megmagyaráz. Jól van, chat. Mi történt? Nem tudom. Lehet újraindult valami. Megkérdezem. Ez miért tűnt ismerős nekem? Mi történt a szerverrel? Mi? Leállt. Leállt. Hát engem kidobott. Network thread hitch warning. Lestartani próbáltam, ma fa vágódja volt. Ó, oh. Jó. Csak akkor tudjuk, hogy miért történt, csak azért. A Fargo Jobban szerintem végtelen ciklusok folyamat futottak, és nem álltak le, és próbáltam lestartolni, és... Lestartolni akartam, és utána folyamat spammelte azt, hogy nem bírja most timeout, vagy nem tudom hány szek után. Ennél újra elérhető most már. Jó. Mindjárt meg. Nem tudom, nekem jó voltam, hogy Urics. Nekünk jó volt, itt beszéltem Farriékkal is, meg azért is beszélgettem valakikkel, úgyhogy nem tudom. 5 óra alatt kellett egy crash. Jó, amúgy jót mentünk. Én azt mondom, figyeljetek, chat. 5 órája megy a teszt, találtunk egy millió bugot, az kurva jó. Arudék javítják majd, mint az állat, tényleg nagyon. Mindenki, remélhetőleg. Úgyhogy a... ez gond úr is. Úgyhogy a, köszi, itt vagyok, chat. Remélem tetszett. Összességében akkor milyen volt szerintetek? Mindenkinek tetszett? Megéri várni? Mit gondoltak? Újra indul a szerva, most indul újra. Ha nem megyek én is eddig fasza, kurva jó megírni, nagyon vagány, fasza, pacek, örülök, chat. Még dolgozunk rajta úgyis ezerrel, mi szívünk, lelkünk beleadjuk, úgyhogy meg mindenünk is, úgyhogy én is kurva boldog vagyok, hogy most ez a beta teszt elindult, sőt, kiabol minden is, és elindul a szerót, te itt fog pezsgőt bontani, és emért, most nem lövöm ki vele a szemem, úgyhogy tényleg iszonyat boldog vagyok, hogy ez egyelőre itt tart, ahol már, nyilván nagyon sok idő elteltével, főleg ezért vagyok ilyen boldog. De most ezt tényleg feldobta a napom hetem, úgyhogy ja. Köszi amúgy a millió subgiftet ma. Meg minden ilyesmit. Vissza kell nézem a vodam. Publikálom is a vodat amúgy, mert alapban nem publikálnám, hogy látom. Publikálom is a vodat, vissza tudjátok nézni. És ja, köszi tényleg a millió szabot ma, mert volt jó sok. Tényleg itt valaki vágott itt 10-est, meg mentek a csírek össze is, hogy tényleg köszi mindenkinek. Holnap nem találkozunk, kedd van. Easykénél leország lesz tovább beta teszt, úgyhogy ha érdekelt titeket, nézzetek majd be oda. Aztán ja, én meg továbbra is ott leszek a Szerón, én is tesztelgetek, nyomom majd, próbálom minél hamarabb mindent kijavítani, úgyhogy ja. Aztán ja, jó pihenés nektek, chat, szerdán Tali, addig is legyek jók. És akkor minden újra kezdődik a teszt után, ez így van? Így van, tehát minden nullázódik, úgyhogy farmolni nincs értelme, max tesztelgetitek a dolgokat.